Den Chunk. Nem működik. De most már működik. A... Szóval nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit a technikai problémák által sújtott interneteken. Remélem, hogy mindenkinek fantasztikusan telt a reggel. Én vagyok, ez itt a Pod of the Morning, és a Fun with Geeks, ez a fantasztikus ember itt mellettem, pedig végre jó oldalra mutatok, pedig nem más, mint Juhász Bence. Szervusz, Bence! Hogy vagy? Hello, sziasztok! Jó reggelt kívánok! Jó, köszönöm, köszönöm. Most dobtam le szervizbe a kocsit, úgyhogy indult a nap. És itt vagyok, beszélgessünk. Nagyon-nagyon helyes. A Bencével egyébként egy Pegazus tüntetésen találkoztunk, ahonnan nem tudom, hogy magadtal is kimentél volna, vagy egyébként csak riporterként voltál kint. Mentem volna magamtól is abszolút, így meg aztán összekötöttem a hasznost a kellemessel, vagy hát nem annyira kellemessel. Annyira nem. Annyira nem volt kellemes, de végül is jó volt egyébként, tök jókat beszélgettem emberekkel, úgy érdekes volt így oda menni random arcokhoz, például hozzád is, és akkor így kiderültek itt dolgok, szóval így eléggé random volt. Igen, Bence készített velem egy ilyen kis mini interjút arról, hogy mi a véleményem erről a Pegazus dologról, meg hogy mit keresek én itt egyáltalán, és ha érdekelt titeket, akkor fenn van a tabumentesen egyébként? Így van, YouTube-on fent van, de akár Facebookon is megtaláljátok. Facebookon is, és Tabumentes TV egyébként YouTube-on, és Tabumentes Instagramon, és azt hiszem, hogy Facebookon is, ugye? Yes. Úgyhogy megtaláljátok, az egyik adminomat szeretném arra megkérni, hogy legyen kedves berakni ezeket a linkeket, az Instagram linked, meg a Facebook linked, az pedig benn vannak, és neved alatt fölött néha megjelenik. Úgyhogy oda tudtok majd menni. Mesélj nekem egy kicsit erről a tabumentes dologról, mert ez egyszerre nagyon sok minden. Igen, egy kicsit szerteágazó igazából a tevékenységkörünk. Nagyon röviden azt tudom mondani, hogy megpróbáljuk így a vitakultúrát feléleszteni itthon, meg ezt újra így meghonosítani. Nagyon rövid. Simogas. Igen. És aztán ezt nagyon sokféleképpen lehetne ezt elérni, vagy megpróbálni legalábbis elérni. Alapvetően próbáltunk vitákat szervezni közéleti szereplők között, tudósok között, civil aktivisták között, meg leginkább az ellenzék és a kormány tagjai között igazán. Mennyire sikeres, főleg az utóbbi, ami egy nagyon nehéz, innen egy nagyon nehéz projektnek tűnik, hogy a kormánytagokat és az ellenzék tagjait leülteted egy asztalhoz. Igen. Volt több sikeres próbálkozásunk egyébként, főleg még a Covid időszak előtt. Uh-huh. Azért ez egy komoly stop volt így a rendezvényszervezésben. És én az online találkozásokat, persze meg tudunk beszélni dolgokat, viszont az ilyen nagyon érzékeny politikai témákban, amikor ilyen éles a vita, én azt sokkal jobban preferálom, hogyha élőben tudunk találkozni, és ott tudunk szembenézni egymással. Egyébként egy ilyen romkocsmába szerveztük legtöbbször ezeket a vitákat a belvárosban, az ellátókertben, és ennek is volt egy külön varázsa, hogy látsz egy államtitkárt, vagy egy szóvivőt, egy kormány szóvivőt, ahogy leül egy romkocsmába a nép közé, és ott beszélget témákból. Kicsit így kiléptek a saját szerepükből, és már ez alapjában szerintem egy új precedens teremtett talán. Szóval voltak jó viták, aztán most ezek kevésbé. És sokszor egyébként nyitott volt rá a kormány is, tehát nagyon véletlenszerű volt igazából a működésünk is. Sokszor volt például, hogy Dajcs Tamásra fogtuk, és ráírtunk a Facebookon. Tehát hogy egyrésztről az, hogy nem találsz hozzájuk semmilyen nyilvánosan elérhető e-mail címet, tehát ez egy kicsit mondjuk szerintem problémás. Viszont ráírtunk a Facebookon, visszaírt, megkérdezte, hogy ez mégis micsoda, és mondta, hogy jó, figyelj, miért ne beszélgessünk egyet. Úgyhogy alapvetően mindenkit arra buzdítok és sarkalok, hogy próbáljátok meg, tehát maximum mi történik, nem írnak vissza. Nagyjából ez a maximum, ami történhet. Én ráírogatok emberekre,
ugye nyilván a műsor szempontjából fontos, hogy jöjjenek olyan emberek is, akik mondjuk egy teljesen más álláspontot képviselnek, mint én, de hogy fontos, hogy megismerjük azt is, mert hogyha ellenségként tekintünk rá, akkor nem baj, ha tudjuk, hogy mit akar tőlünk egyébként. Ha pedig ellenségként tekintünk rá, lehetséges, hogy kiderül, hogy ha, ezek azért valid pontok valahol, de mi lenne, ha? És ezek a viták éltetik ezt a, meg a beszélgetések igazából éltetik ezt az egészen. És nagyon tetszett ez a koncepció, amikor vázoltad, ott egy nagyon kedves lányoperatőröddel sétálgattatok végig az egészen, és csináltátok az interjúkat, és elraboltam egy 10 percnyi sétaidőt, hogy képbe kerüljek azzal kapcsolatban, hogy Bencék mit is csinálnak egész pontosan, és nagyon tetszik. Nagyon tetszik, most végignéztem az ilyen rövidebb riportjaitokat, és a feminizmusról szóló beszélgetésbe kezdtem bele, amikor kiderült, hogy nem ártam felszetapolni a rendszert, mielőtt itt elkezdünk streamelni. Úgyhogy tényleg nagyon érdekes témákkal foglalkoztok. Hogy érzed egyébként, tehát hogy mi lenne a célja egyébként a tabumentesnek? Hova kellene ennek kifutnia, és... milyen utat látsz odáig? A hosszú távú célja az valami olyasmi lenne, hogy látunk itt egy globális folyamatot, ami Magyarországon hatványozottan van jelen szerintem, hogy egyszerűen itt szétszakad a társadalom. Tehát minimum két részre, de valószínűleg több részre egyébként szétszakadnak a társadalmaink, és úgy látom, hogy talán ezekkel a vitákkal lehetne egy közös pontot létrehozni a különböző társadalmi, hát nem is tudom, szubkultúrák, vagy kb. Inkább identitások között. Tehát lehet most ezt külön így a politikára vonatkoztatni, de a kulturális térben is van rengeteg ilyen szubkultúra, akik között valamilyen közös pontot létre kell hozni. És akkor a kifutása ennek a dolognak, meg a hosszú távú célja az kb. Az lenne, hogy ezt a szétszakadási folyamatot megpróbálni ellensúlyozni igazából, és így a ragasztót így betölteni a társadalomba, tudod, hogy legyenek közös tájékozódási pontok, legyenek olyan beszélgetések, amire lehet építkezni. Tehát ez egy ilyen kis szlogenünké is vált, hogy ne egy ilyen egymás elleni, mit tudom én, csata vagy küzdelemként fogjuk fel a vitákat, hanem ugye közös értékeknek a megalkotása igazából. Ez egy ilyen módszer, amikor leülünk, és akkor megpróbálunk őszinték lenni, megpróbálunk tiszteletbe tartani egyébként a másiknak a szemét, meg a véleményét, de tudunk kritikát megfogalmazni a másikkal szemben, és ne legyünk abból egyből ellenségként beállítva például azért, mert kritikát merünk megfogalmazni a másikkal szemben, ez nagyon fontos lenne. Nyugaton tanultam, éltem egy pár évig igazából, ott ez a fajta mentalitás, hogyha valaki kritikát fogalmaz meg a te munkáddal szembe, akkor te azt nem úgy veszed, hogy beléd döftek egy kést, és ez neked mennyire fáj, hanem megfontolod, és akár még meg is köszönöd. Van egy kis önreflexió. Igen, abszolút. De mondjuk ebben benne van az is, hogy hogyan fogalmazza meg az ember azt az adott kritikát. Egy tréner barátommal csinálunk egy ilyen kommunikációs tréninget valójában, és az volt az értékajánlatunk, hogy én végigcsinálom ezt rajta keresztül, és pont tegnap volt a hogyan adsz feedbacket, hogyan kommunikálsz, hogyan adod valakinek a tudtára azt, hogy te nem értesz egyet, úgy, hogy ő ne zárkózzon be azonnal, hanem eljusson hozzá. És egy retorika mester a fiú, és rengeteget tanulok ezekből, csak ez most nagyon friss, mert pont tegnap volt ez a podcastünk, amiben erről beszélgettünk. Igen, ez egy nagyon fontos dolog, és szerintem a magyar társadalomban meg nagyon nagy hiánya van ennek. Tehát alapvetően az is nagyon fontos, amit te mondasz, hogy kétélű fegyver ez igazából. Mondd el kulturáltan, tisztességesen, tiszteletbe tartva az ő munkáját, és a másik oldalról pedig próbáld befogadni, és legyél rá nyitott, és hallgass meg, és fontold meg, aludj rá akár egyet, és utána magadba rakd rendbe, hogy van ennek legitimitása,
miért fogalmazódott ez meg benne, stb. 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 Érthető az emberek oldaláról az, hogy ennek tényleg a csíráját kell először elültetni, mert az emberek egy részének én úgy érzem, hogy derogál az, hogy egy propagandistával beszéljen úgy, hogy megpróbál nyitott lenni a véleményére, amikor tudja, hogy az a vélemény az valójában nem az övé, hanem csak így magára vette. És tényleg ez az, ami a legjobban tetszik egyébként az egész tabumentes projektben, hogy ez az, ami elülteti azt a csírát, és lehet belőle, kinőhet belőle valami, hogyha az emberek azt látják, hogy egymással homlok egyenes más véleményt valló emberek le tudnak ülni egymás mellé, és azt tudják mondani, hogy értem, hogy honnan jössz, abban igazad van, hogy, de ne felejtsd el azt. És ez nekem ilyen veszőparipám, mert ez nem a Harry Potterben élünk, tehát hogy nem az van, hogy vannak a nagyon gonoszak, akik csak gonoszak, és vannak a nagyon jók, akik csak jók, hanem mindenki szürke, és a társadalmunk az valahogy elfelejtett árnyalatokban gondolkozni. És mert tökre értem, sokkal egyszerűbb címkézni. Sokkal egyszerűbb azt mondani egy konzervatívra, hogy náci, mint elviselni azt, hogy ő valójában csak más értékek alapján éli az életét. Úgynevezett konzervatív értékek alapján. És lehet, hogy én sem vagyok egy hazaáruló meleg hópihe, mint ahogy ez valószínűleg sok embernek látszik. És azt hiszem, hogy azok a beszélgetések, amiket az utóbbi egy-másfél évben lefolytattam ezzel kapcsolatban, azok így egy kicsivel jobban felnyitották az én szememet is arra, hogy azok az emberek, akiket én ügyesen becskatujáztam az évek során, azok egy kicsit árnyaltabbak. És nem azt mondtam, hogy megkedveltem őket. De az, legalább megérted őket esetleg. De igen, a megértés egyébként az út az elfogadás felé. Vannak dolgok, amiket viszont nyilván nem vagyok hajlandó elfogadni. Például a fasizmus, mint ez gyakran feljön, hogyha én ilyen toleráns vagyok, akkor miért nem tolerálom az intoleranciát, és hogy ez micsoda oximoron? Igen, ez a tolerancia oximoronja, ez sajnos egy ilyen, hogy egész egyszerűen a fasizmus az nem olyan, ami belefér az én lelkembe, belefér a társadalmunkba, és egyáltalán egy létező dolognak kellene, hogy legyen. De hát ez egy ilyen. Igen, ez egy nehéz paradox. Figyelj, németek ezt például úgy oldották meg most itt a második világháború után, hogy konkrétan beleírták az alkotmányukba, hogy az olyan egyesülések, vagy akár pártok, amelyeknek a céljai, a kimondott, vagy a leírt céljai szembe mennek gyakorlatilag a német alkotmánnyal, ami kvázi ugye egy ilyen liberális, demokratikus, emberi szabadságjogokon alapuló rendszer, akkor őket megfogják és betiltják. Tehát ez konkrétan ennek hogy az ékes példája, hogy a tolerancia nevében az intoleránsok ellen fel lehet-e lépni. Ez egy klasszikus morális dilemma, ugye? És a németek, hát így a 20. századi múltjukból valamelyest próbálva tanulva azt mondták, hogy igen, be lehet tiltani, és ezt el is nevezték gyakorlatilag egy ilyen militáns demokrácia felfogásnak, hogy a demokráciák aktívan kell, hogy védjék igazából a saját bástyáikat, amik gyakorlatilag ezek a társadalmi intézmények. És hogy ez legitim. Nagyon nehéz persze meghúzni a határt, hogy kiket lehet betiltani, kiket nem lehet betiltani, mikor csinálsz nagyobb problémát ezzel. Erre vannak náluk legalábbis a bíróságok, meg a legfelsőbb bíróság, hogy ezeket a problémás ügyeket eldöntsék. Igen, Magyarországon erről nagyon-nagyon nehéz beszélni, hogy hogyan is épül fel a magyar demokrácia, mert
azok a bástyák, amikről Bence is beszélt, ezek a bástyák, ezek olyanok, mint a sakkban a bástyák, hogy így lehet őket tologatni, és az utóbbi időben tologatták is őket elég ügyesen. Úgyhogy azt mondanám, hogy Magyarországon nem az a klasszikus demokrácia van, ami úgy védi az emberi jogokat, ahogy lehetséges, hogy azt mondjuk én elvárnám. A liberál fasizmus, mint olyan, merült fel éppen a cseten. Ezredes úr egy jobboldali érzelmű úriember, aki ettől függetlenül, hogy itt a hópihék beszélgetése zajlik általában, ő kitart. Egyébként van ezekben a megközelítésekben is igazság. Tehát amikor azt látod, hogy mit tudom én, liberális vezető egyetemi kampuszokon nem lehet kérdéseket felvetni, mert ezeket kizárják a diskurzusból, ezeknek eltagadják a legitimitását. Így. Amikor akár itthon is a liberális médiában nem nagyon szeretnek most már beszélni mondjuk a bevándorlásnak, a migrációnak, a menekülteknek a kérdéséről, mert hogy hát az a Fidesz, meg akármi, meg a gyűlölet, meg igen, oké, értjük, de ennek van csomó olyan valós aspektus, ami nagyon fontos. Meg amiről hát, érdemes beszélni. Így van. Van egy klímaváltozás, van egy vízhiány egy térségben, van egy háború egy térségben. Azoknak az embereknek valószínűleg ők menni szeretnének valahova, vagy nem is szeretnének, hanem muszáj nekik menniük valahova, hogy túl szeretnének élni, és mi meg pont azon az úton vagyunk, vagy egy célirány vagyunk, amerre ők mehetnek. Tehát, hogy erről igenis kell normálisan beszélgetni, és meg kell találni azokat a közös pontokat, ami elfogadható egy konzervatív beállítottságú magyar embernek is, meg egy liberálisabb beállítottságú magyar embernek is. Hol vannak ezek a közös metszetek? És igazából, ha meg se próbáljuk ezeket megtalálni ilyen diskurzusok által, akkor aztán tényleg szétszakad a társadalmunk, és annak biztos, hogy nem lesz jó vége. Az identitás egy nagyon, nagyon éles fegyver, és bármit átvág igazából. Én nagyon nem szeretem azt, hogyha vannak számomra ilyen triviálisnak tűnő dolgok, az emberi jogokkal kapcsolatban például, de hogy nem lehet róla beszélni, mert hogy ezek annyira alapvető dolgok kell lennének, hogy legyenek, hogy valakinek derogál ezt felhozni, beszélgetni róla, vitázni róla, érvelni mellette, meghallgatni az ellenérveket. És szerintem ameddig egy ilyen beszélgetés normális mederben folyik, és nem megy át odáig, hogy személyeskedés oké, amíg vicces, ez a mi szabályunk. Ameddig ez nem megy át oda, addig szerintem igenis érdemes beszélni róla, mert a propagandából és az ellenpropagandából az ember nem tanul az ég egy adta a világon semmit, mert akár mennyire is, még ha tényeken alapul is, a tényeket is lehet úgy tálalni mind a két oldalról, hogy az pont annyit ferdít rajta, hogy mind a két oldalt felkúrja. És szerintem egy ilyen beszélgetésem, mint amiket ti csináltok, meg amiket én igyekszem csinálni, egy ilyenen kijönnek ezek a dolgok. Tehát, hogy itt nincs feltétlenül, nincs az a fajta propaganda, ami ilyen nagyon élesen kommunikál valamit, hanem teret hagy a véleménynek. És én lehet, hogy nagyon naívan, de én hiszek abban, hogyha az ember végighallgat egy beszélgetést, akkor ő el fogja tudni dönteni saját magában, hogy mi az, amit magával akar ebből vinni. És ha ezt elvesszük az emberektől, akkor egész egyszerűen szerintem leépül a kritikus gondolkodó réteg, és mindenki csak meg akarja enni azt, amit éppen eléraknak, anélkül, hogy megnézni, hogy mi is van abban benne. Abszolút, abszolút. Hát ez rengeteg irányba el lehetne vinni akkor ezt a gondolatmenetet, de tehát alapvetően így ez a paternalizmusnak az ékes példája szerintem, amikor egy médium, egy hírközlő csatorna, akár a közszolgálati média
nem bízik annyira az emberekbe, vagy hát tudatosan eltagadja tőlük azt a képességüket, hogy ők megállapítsák saját maguknak, eldöntsék azokat a morális kérdéseket, hogy itt van egy hír, ez történt, kb. Ez is szubjektív lesz, mert mindenkinek van egy nézőpontja, de oké, lehet legalább törekedni az objektivitásra, a tárgyilagosságra. És majd ebből a tárgyilagos hírből a kedves olvasó és néző megpróbálja leszűrni saját magának azokat a tanulságokat, hogy számára ez egy elfogadható dolog, nem elfogadható dolog, stb. Stb. Az ember hozza meg ezeket a morális döntéseket, ne pedig a médium próbálja ezt a szájába rágni, ez nagyon-nagyon fontos lenne. És a másik meg, amit mondtál még, hogy ugye különböző vélemények közötti teret azt meg kell engedni, és alapvetően szerintem az különböztet meg egy olyan beszélgetést, ami az egymás megértése iránt jött létre, egy olyan beszélgetéstől, ami tényleg csak a politikai küzdelem miatt jön létre, hogy nyitott vagy azokra, és képes vagy arra, hogy a politikai vélemény mögé láss vagy egy picit, megpróbálj megtalálni olyan, hát nem is tudom, filozófiai, vagy akár vallásos értékeket, amelyeket az emberek saját magukénak vallanak. És hogyha megpróbálod megtalálni ezeket az alapértékeket, ami mondjuk lehet a szabadság, vagy a biztonság, vagy bármi ilyesmi, vagy a hagyomány szeretet, a hagyományoknak a megőrzése, ha le tudsz ásni erre a szintre, akkor nagyon sokszor nekem az a tapasztalatom, hogy tudunk találni egy közös pontot, ami mind a kettőnk számára fontos, de egyébként ebben a konkrét politikai ügyben tök más a véleményünk. Viszont amikor lejutunk erre a közös pontra, akkor rájövünk, hogy tényleg ez neked is fontos, ez nekem is fontos. Ott van egy közös pont, ott van egy megértés, onnan lehet egy közös építkezés. Onnan akkor meg lehet érteni, hogy neki egyébként miért A a véleménye, neki miért B a véleménye, hogyan alakult ez ki, milyen faktorok voltak itt a játékban, és innentől kezdve sokkal inkább tudunk szolidárisak lenni egymással, ami meg tényleg a társadalomnak az alapja. Az, hogy azért beszélgetsz valakivel, hogy meggyőzd, vagy azért beszélgetsz valakivel, hogy bántsad. Ez a nagy különbség, és szerintem azok a beszélgetések, amiket ti is csináltok, az útkeresésről szól, hogy azok az emberek, akik azt mondják, hogy Magyarország javát keresik, ez az, amiben a bal oldal is, a jobb oldal is papíron egyetért. És de ettől függetlenül kijönnek azok a különbségek, hogy ki akar igazából politikai hatalmat, és ki akar igazából politikai hatalmat. Viszont amikor őket leülteted egymás mellé, és így elfogy a sár körülöttük, amit egymásnak lehet vágni, akkor onnantól kezdve igazából már el lehet kezdeni egy olyan beszélgetést, ami építő jellegű. És én megmondom őszintén, hogy nem láttam kormányközeli embert baloldali emberrel leülni beszélgetni szerintem 8 éve, azon kívül, amit most láttam, hogy Dajs Tamás tényleg ott volt és leült és beszélgetett. Újvári? Újhegyi? Újhegyi István. Újhegyi István, igen. Ő is Európa Parlamenti képviselő. MSZP-s. Az még van? Hát úgy tűnik még van. Még létezik. A bele megkérdezhetem egyébként, nyugodtan utasítsd vissza a kérdést, hogy te egyébként a identitásodat nézve hova sorolnád magad a political campuson? Alapvetően azt tudom mondani, hogy inkább egy jobboldali beállítottságú családból jövök, vállalkozok egyébként a szüleim, szóval gazdaságilag ez talán így a jobb oldal felé vinne engem, és egyébként kulturálisan is, tehát sportot nagyon, nagyon szeretjük, és ugye most például sokszor ezek a tévhitek vannak itt, hogy aki szereti a magyar focit, az biztos jobboldali, és biztos Fidesz szavazó, érted? És akkor ezek az árukapcsolások így megvannak, ami egyébként marhára nem igaz, és sokszor nincs így, sokszor meg így van, igen. De mindegy, alapvetően egy ilyesfajta hátizsákot kaptam otthonról, viszont
szintén szerintem kialakult egy komoly ilyen társadalmi érzékenység bennünk, tehát hogy nem tudom, szüleimen is azt láttam, hogy mindig próbálnak segíteni azért a körülöttük lévő embereken, és ezt én is próbálom továbbvinni magammal. Aztán kimentem Hollandiába egyetemre, ott meg ugye eléggé liberális a társadalom, és azért az nekem is egy komoly sok volt. Tehát egy dolog tudni dolgokról, más dolog azért ezt megtapasztalni úgy nap, mint nap. És ezért is valószínűleg, meg tényleg én nagyjából úgy látom magam, hogy egy ilyen konzervatív-liberális féle vagyok. Szeretem azt mondani, hogy konzervatív vagyok. Miben valósul ez meg, vagy miben nyilvánul ez meg, mondjuk iszonyatosan próbálnám védeni a természetet, amiben élek. Aha. És ez lehet, hogy mondjuk egy konzervatív hozzáállás, azért mert nem akarod lebetonozni, hanem meg akarod hagyni, hogy ott legyen egy fa, mert hogy az így oxigént csinál, és az úgy elvileg jó. Meg hogy ne legyen olyan túl meleg, meg ilyen dolgok, érted? És egyébként meg csomó kérdésben szerintem meg egy progresszív álláspontot képviselek, szóval kicsit ez is ilyen ellentmondásos egymásnak. Nem tudom, nehéz meghatározni. Alapvetően azt tudom mondani, hogy valószínűleg az emberi szabadság és az emberi autonómiában úgy hiszek, tehát szerintem valószínűleg van egy emberi szabad akarat, vagy legalábbis ez egy iszonyat jó illúzió, és így nagyon durván azt hiszük, hogy van szabad akaratunk, aztán ki tudja, hogy a nap végén ez mennyire igaz, hogy mennyire nekem nem. Nekem tetszik az ötlet, hogy kevésbé vagyok befolyásolva, mint amennyire gondolom, hogy befolyásolva vagyok mindenáltal. Hát ki tudja, igen. Itt tényleg már a tudásunknak a határát feszegetjük, tehát ezek azok a kérdések talán, amikre így feltételezéseink lehetnek, meg egy valamilyen fajta experience-ünk az lehet, amit megélünk. De egyébként biztos, hogy tudni ezeket a kérdéseket szerintem nem lehet. És itt még visszakapcsolódnék az előző témához is, hogy ez is például szerintem egy nagyon fontos hozzáállás a beszélgetésekhez, hogy legyünk azzal tisztában, hogy mi csak emberek vagyunk, és ezért tévedhetünk. Tehát alapvetően szerintem ez kéne, hogy legyen mindenkinek a hozzáállás egy ilyen értelmes párbeszédben, hogy én is csak ember vagyok, én is tévedhetek, én is lehetek rossz véleményen akár, és lehet, hogy pont a másik félnek van igaza, és hogyha ezt be tudjuk ezt hozni a diskurzusba, akkor nem lesznek abból problémáink, vagy legalábbis kevesebb problémánk lesz talán abból, amikor nem nekünk van igazunk. Mert ugye, amikor nem neked van igazad, az alapvetően így kicsit az identitásodat így azért így szurkálja, azért így sérti, azért az úgy nem annyira kellemes, tudod, azt így fel kell dolgozni. És hogyha nagyon úgy mész bele egy diskurzusba, hogy már pedig biztosan 1000%-ra nekem van igazam, és ez a tuti, akkor sokkal nagyobbat fogsz koppanni, hogyha mégis az érvek abba az irányba húzzák a beszélgetést, hogy hát annyira mégse. Úgyhogy ezzel így minimalizálhatjuk gyakorlatilag ezt a fájdalmat, ami azzal jár, hogy akár el is ismerhetjük azt, hogy igen, amúgy neked igazod van. Ó, a kudarc feldolgozás, az egy meglehetősen fontos dolog az életünkben, mert hogy naponta jön szembe. Te azt érzed egyébként, hogy az, hogy a társadalom egy része ilyen omnipotensnek érzi magát folyamatosan, és nem hajlandó megváltoztatni a véleményét, vagy árnyalni a saját véleményét? Kicsit igen. Jó kifejezés ez az omnipotens is, igen. Talán nem is azt mondanám, ez egy valamilyen fajta, én úgy tudnám leírni, hogy mindenkinek van egy identitása, és mindenkinek van egy tudatos, meg egy tudatalatti késztetése arra, hogy az információt, amivel találkozik, azt úgy próbálja interpretálni, hogy az identitásához hozzá tudjon illeszkedni. Szerintem ez egy végtelenül természetes folyamat egyébként. Írtak is erről pszichológusok rengeteget. Például egy ilyen Dan Kahan nevezetű csávó, Identity Protective Cognition-nek hívja ezt a folyamatot. Úgy interpretálod a beérkező információt, hogy az neked így megfeleljen az identitásodnak. Be tud építeni az életedben. Esetleg... Hogy be tud építeni az életedbe. Tehát, hogy bele, hogyha találkozol valamivel, akkor azt be kell emelned valahogy a saját valóságodba. És pontosan. Azt az identitáson keresztül tudod megtenni a legkönnyebben?
Igen, gyakorlatilag igen, próbálunk ugye egy ilyen storytellinget előadni, ugye saját magunkba egy ilyen koherens történetet előadni, hogy én ki vagyok, hol vagyok, mit csinálok, hova haladok, honnan jövök, próbáljuk ugye ezt felépíteni. Mm. És amikor meg valamilyen olyan információval találkozunk, ami igazából nem nagyon tudunk beilleszteni ebbe a csomagba, akkor azt alapvetően úgy kezeljük azt a hírt, tudat alatt is, meg aztán tudatosan is, hogy próbáljuk valahogy aláásni, próbáljuk kitakarni, próbáljuk nem meglátni, és ezt nevezik így ilyen identitásvédő hozzáállásnak gyakorlatilag. És aztán ezt egyébként, ezt a természetes ilyen ingerünket, vagy ezt a késztetésünket, hát a közösségi média az nagyon durván kiszolgálja. Hát itt majd ezekről tudunk beszélgetni, ugye ezek a visszacsatolási körök, hogy olyan véleményekkel találkozol, amik vagy visszaigazolják a te már meglévő véleményedet, vagy esetekben nagyon durván szembe mennek vele, mivel ezek azok a posztok, ezek azok a tartalmak, amik legjobban lekötik a figyelmedet. Vagy amivel teljes mértékben egyetértesz, vagy ami teljesen megbotránkoztató, teljesen kiborulsz tőle, rage van, és kommentelés van, és stb. Az elveszi az idődet, az elveszi a figyelmedet, akkor pénzt keresnek a platformok, úgyhogy az gézda. Igen. Az algoritmusokról beszéltünk már korábban, egy korábbi epizódban, és én most tárgyalok egy nagyon izgalmas emberrel, egy világcégnél dolgozik, aki eléggé otthon van az algoritmusokban, és mondhatjuk, hogy az baj, hogy nem mondhatom ki, ameddig nem mondott igen. Annyit kell tudnotok, hogy egy bizonyos search engine csinálnak, ami meglehetősen ügyesen kezeli a saját algoritmusait, és egy kicsivel többet tud rólad, mint amennyit szeretnél, hogy tudjam. És igen, a Yahoo és a Bing, ez a kettő, ami versenyzik most éppen. És pont ez lenne igazából a témája a beszélgetésnek, hogy az algoritmusok láncos kutyái vagyunk-e, és ha igen, akkor van-e rajtunk póráz? És hogyha van rajtunk póráz, akkor milyen hosszú az a póráz? És ez volt az értékajánlatom, amikor elküldtem neki az e-mailt, és az alapján egy nagyon izgalmas beszélgetés lett, hogy a pórázos hasonlatra mit válaszol. Itt felvetettek a cseten egy érdekes problémát, amivel én is küzdök az identitásommal kapcsolatban. Alapvetően én egy ilyen libertáriánus beállítottságú kis élőlény vagyok, nagyon minimális gazdasági tudással. Tehát, hogy engem inkább érdekelnek az elvek, az erkölcsök, az emberek és az emberi jogok. Viszont nagyon küzdök azzal, hogy a jelenlegi, hogy is mondjam, a jelenlegi klímában én nem számítok például magyarnak. Mert nem tudom, hogy miért, de nem számítok magyarnak. Ahogy Ezred is írja, én világpolgár vagyok. Tehát, hogy nekem számít a bolygó, számítanak a globális problémák, számítanak az emberi jogok, és ez nem koncentrálódik feltétlenül Magyarországra. És kevésbé foglalkozom Trianonnal. Kevésbé foglalkozom a magyar sporttal, kevésbé foglalkozom, vagy inkább kritikával élek a magyarság, mint bélyegző ellen. Tehát, hogy nekem nem feltétlenül az jelenti az én magyarságomat, hogy ott vagyok a Trianon dolgokon, hogy utálom az LMBTQ-t, hogy egyetértek Orbán Viktorral, és tehát, hogy nekem nem ebből táplálkozik a magyarságom, és nyilván egy mindig egy kicsit megmosolyogtat az, hogy azok az emberek, akik engem nem magyarként apostrofálnak, azoknál
mennyire szebben kezelem ezt a nyelvet. És nekem a magyarságom az tényleg a nyelv, meg a város, meg a hely, meg a föld. És engem nem traumatizál annyira a történelmünk. Jó, hogy ott van. Vannak benne szép dolgok. De nem annyira része a jelenemnek. Viszont ugyanakkor azt gondolom, hogy tök fontos, hogy vannak olyan emberek a magyarságban, akiknek meg ez fontos. Tehát, hogy van egy olyan rétegünk, aki hátranéz, egy kicsit a jelenre, és semmit a jövőre, és van egy olyan, aki keveset a múltra, valamennyit a jelenre, és nagyon sokat a jövőre. És hogy ezek ilyen árnyalatok ebből a szempontból, amire szerintem a társadalomban szükség van, hogy legyen mindenféle ember. Mert hogyha csak olyanok lennének, mint én, akkor egész egyszerűen szép lassan elfelejtenénk a történelmünket, és arra koncentrálnánk, hogy mi lesz jövőre. De ha csak olyan emberek lennének, mint mondjuk Ezredes úr, akkor pedig szépen lassan megfonyadnánk az öngyűlöletben, meg az önsajnálatban. Neked mi a véleményed erről? Abszolút, abszolút. Ez nagyon érdekes kérdés, ugye alapvetően az identitás, vagy ha alapvetően felvetjük azt a kérdést, hogy mi az én egyébként, vagy ki az én, vagy ezt hogy tudjuk egyáltalán definiálni, vagy micsoda ez. És amire itt ugye te utalsz, hogy van egy ilyen külső keret, egy magyarnak nevezett identitás, amit így a politika legyártott, meg a politikai marketingesek így legyártottak, és akkor ez így van, egy ilyen csomag, mit tudom én, szurkolja a magyar foci válogatottnak az EB-n, meg mit tudom én, menj ki a békemenetre, meg ilyesmi. És ez az igazi magyar identitás, vagy az az igazi magyar identitás, amit minden egyes ember úgy ad saját magának, hogy igen, én magyar vagyok, vagy magyarul beszélek, és akkor számomra ez a magyar identitás. Más azért magyar, mert mit tudom én, Budapesten él, és neki fontos ez a hely, vagy fontos a magyar vidék, vagy a Balaton, vagy a Duna, vagy a Tisza, vagy a Hortobágy, vagy a bármi, és ő neki az adja meg a magyar identitását. De szóval itt a diskurzus végén oda lyukadunk le gyakorlatilag, hogy mi az identitás, lehet-e azt kívülről rádruházni egy valamilyen fajta identitást, vagy azt te definiálod önmagadnak, és szükségszerűen az önmeghatározásodat az saját magadnak kell megadnod saját magadnak. És nyilván ez is egy ilyen fekete-fehér elválasztás, valószínűleg a kettőnek egy ilyen mixtúrája az, ami a valóságban létezik, mert nyilván hatnak rád külső tényezők, meg hat történelem, meg a társadalom, meg minden, ahogy tanultál, ahol felnőttél, stb. De nyilván minden egyes embernek szerintem legalábbis, és a liberálisok szerint úgy alapvetően szüksége van arra, hogy ő saját magának autonóm módon meghatározzon egy identitást, hogy oké, én azért ez vagyok, és azt hagyjátok már meg nekem, hogy én azt eldöntsem, hogy ki vagyok. Érted? És nekem legalábbis ez volt például az egyik legnagyobb problémám a nemrégi törvénymódosítással, ahol igazából itt ezt a pedofília ügyét és a melegeknek így az ügyét egy picit így összekapcsolták, vagy legalábbis egy törvényjavaslat volt erről. Ugye gyakorlatilag az került be a törvénybe, ez volt az első paragrafus, hogy a gyerekeknek az önmeghatározását védje az állam. Ezt most így első olvasatra, ja, hát védje az állam a gyerekeknek az identitását, az önmeghatározását, tök jó. Oké, csak kimondja el az államnak, hogy mit kéne megvédenie. Ezt az állam dönti el magának, hogy mi a gyereknek az identitása, hogyan határozza meg önmagát? Vagy ezt megengedik a gyereknek, meg a szülőnek? Meg ez ki dönti el, érted? És ugye nagyon sokan a kritikusai ennek a szabálynak, úgy interpretálják ezeket a módosításokat, hogy ez bizony lehetőséget ad az államnak arra, hogy ő mondja meg, hogy mi a gyereknek az identitása, vagy fiatal felnőttnek az identitása, gimnazista gyereknek az identitása, és ezt majd szépen az állam megvédi. De arról senkit nem kérdeznek meg, főképp nem a gyereket esetleg, vagy az ő szüleit, hogy amúgy annak a gyereknek mi lenne az identitása, vagy nem nagyon hagynak neki időt arra, hogy ez kiforjon. Úgyhogy, ja, ezek az ügyek.
Igen, ez is pontosan az, amiről beszéltünk, hogy olvasol valamit, és akkor megpróbálod így beépíteni a saját kis életedbe, hogy ezt te valahogy a saját valóságodban értelmezni tudjad. Még ha gondolod, egy pillanatra visszatérhetünk oda, amit mondtál, hogy te ilyen libertárius beállítottságú vagy, mert ez engem amúgy egyrésztről érdekel, és ezt kérdeztem is múltkor ugye tőled, hogy ez így miben valósul meg igazából ez a hozzáállás. Én meg igazából még egy három olyan dolgot tudnék elmondani, hogy egy ilyen liberális vagy ilyen szabadelvi hozzáállás alapján milyen emberképet fest le ez a filozófia egyébként. Mert egyébként ezt nagyon fontosnak gondolom, szerintem minden egyes ilyen ideológia mögött van egy emberkép, amiből ez táplálkozik. És szerintem a liberálisok, vagy a libertáriánusok szerintem ilyen minőségben nincs nagyon különbség a kettő között. Alapvetően azt mondják, hogy egy ember az szabad alapvetően, egyenlő más emberekkel, illetve autonóm annyira, hogy képes morális döntéseket meghozni saját magának igazából. És ebből az emberképből vezetik le utána gyakorlatilag az összes, mit tudom én, szabadelvű alkotmányban meglévő emberi alapjogot, meg ezeket a fajta hozzáállásokat, hogy igenis a melegek is mehessenek ki akár a Pride-ra, meg ne érezzék magukat másodrangú állampolgárnak, meg stb. Ezt alapvetően ezekből a feltevésekből vezetik le szerintem, meg az én olvasataim szerint legalábbis. És ugye itt a harmadik feltevés, ez, hogy képesek vagyunk-e morális döntéseket meghozni, itt ugye nagyon fontos az információjának a szerepe, és a közösségi médiának, meg a politikának a szerepe, mert ugye mostanában ezek a platformok, meg ezek a médiumok, meg a politikusok döntik el nagy részt, hogy milyen infók jutnak el az emberekhez, és ugye mi mit tudunk csinálni, csak ezekből az infokból tájékozódni, és megpróbálni leszűrni azt, hogy most mi a jó, és mi a rossz. Csak amikor tényleg már ezek az információs inputok manipulálva vannak, akkor nyilván manipulálva van nekünk a morális döntéseink, meg a nap végén a politikai véleményünk is, úgyhogy ezért ez itt egy nagyon kényes kérdés igazából, hogy milyen információk tudnak eljutni az emberekhez. Teljes egészében egyetértek veled. Én nagyon dolgozom rajta, hogy az a véleménybuborék, amit ráderöltet a közösségi média, az ne határozzon meg teljesen engem. Én nagyon szeretném azt érteni, hogy milyen a helyzete, ezredes úr például nagyon szeretné, hogyha én érteném azt, hogy milyen helyzetben vannak a határon túli magyarok, és hogy az én identitásom része legyen az, hogy minden magyarral ugyanannyira foglalkozom. És nyilván ez nagyrészt abban nyilvánul meg, hogy miért foglalkozom ezzel, és miért nem foglalkozom azzal. És akármennyire is nekem őszintén szóval nem tudok nagyon sokat a határon túli magyarok helyzetéről. Két nagyon közeli barátom határon túli magyar, aki azt mondja, hogy hát eljöttem, és aztán nem volt jó. Tehát, hogy így nem traumatizálta őket Isten igazából ez az egész. Úgyhogy nekem nyilván ilyen élményeim vannak ezzel kapcsolatban. Amit mondtál azzal kapcsolatban, hogy mennyire határozza meg a te véleményedet, és mennyire határozza meg a te érzéseidet bizonyos témákkal kapcsolatban a közösségi média, meg az, hogy mit mondanak a politikusok. A közösségi média szerintem ebből a szempontból erősebb, mint amit egy politikus mond, anélkül, hogy törvényt hozna belőle. Mert nyilván a törvény az meg sajnos mindenem felül áll. De a közösségi média és a média az meghatározza a hangulatot. És szerintem van egy ilyen általános bizalmatlanság már az emberekben, azzal kapcsolatban, akik egész egyszerűen nem vevők se a jobboldali, se a baloldali propagandára, hanem egész egyszerűen szeretnék látni azt, hogy mi történt, és ők pedig szeretnék eldönteni, hogy ők ezzel kapcsolatban hogyan éreznek.
És ugye nyilván ez a fajta média, ez kiszorul az ellenszél miatt. Mert amikor a Direkt 36 az évek óta csak és kizárólag közösségi finanszírozásból él, és tudja fenntartani magát, amikről azt hiszem, hogy se a jobb oldal, se a bal oldal nem tudja azt mondani, hogy egy ilyen részrehajló média lenne. Vagy a Telex, ami, vagy a Telexnek a helyzete, ami szintúgy kell, hogy nyilván aki a hirdetési piacra dolgozik, annak kell, hogy hajoljon egy kicsit, különben nem kattintják, és a kattintásból van egy pénz. Úgyhogy egyre nehezebb rámutatni egy olyan független médiára, akit egy jobboldali és egy baloldali is elolvashat, és azt mondhatja, hogy aha, jó, köszönöm szépen, a tényekért jöttem, megkaptam a tényeket, a viszonthallásra. Ezért is lennének szerintem nagyon fontosak a viták, mert hogyha egyre kevesebb ilyen közös tájékozódási pont van egy jobboldali meg egy baloldali ember között, és egyre inkább távolodnak ezek a, hát nem is tudom, buborékok, vagy az informálódási pontok, akkor hol érünk össze gyakorlatilag? Tehát mitől lesz ez társadalom, érted? Mitől nem csak ilyen, hát ilyen együtt élő törzseknek így a csoportja? De hogy így mitől lesz az, hogy te megbízhatsz a másikba, meg számíthatsz a másikra, meg a másik segít, meg te is segíted a másikat, hogyha nincsenek közös pontok. Ez nagyon érdekes egyébként, hogy olvastam most egy cikket erről, hogy a polarizálódás egyensúlya tartja egyben a legtöbb társadalmat. Tehát, hogy Magyarországon még csak nincs is két pártrendszer, ami hát sort of nincsen két pártrendszer. Gyakorlatilag egy kicsit igen, van a Fidesz, meg mindenki másban, meg majdnem, hogy mindenki más az égvilágon. Amerikában viszont láttuk, hogy mi történik a választások alatt, ahol ugye van az A opció, meg van a B opció, és innentől kezdve pedig média fizetés. A bye-bye democracy megvan neked? Bye-bye democracy? Nem, annyira nincs. Ez egy nagyon-nagyon vicces videó, ami még a 2018-as választások, 2017-es, 8-as, 8-as választások alatt jött ki. Egy reklámfilm valójában egy fiktív szolgáltatásnak, ahol te eladhatod a saját szavazatodat, és beállíthatod, hogy mennyire adhatod el a saját szavazatodat, mert hogyha már milliárd dollárok mennek el ilyen választó toborzásra, akkor miért ne kaphatnád meg te azt a pénzt? És akkor mondhatod azt, hogy $1000 kerül az én szavazatom, és legalább kapok érte valamit, és egy ilyen kibaszott jó reklámfilm az egész. És ez nincs annyira jelen Magyarországon, ami egy abszolút pozitív dolog szerintem, hogy még van választási lehetőséged, mert szerintem ez az igazi demokrácia, hogy nem fekete-fehér van, hanem egy teljes skála. És nyilván papíron van ez így sajnos, mert a választási rendszerünk nem teszi lehetővé azt, hogy te, ha változást szeretnél, akkor ne stratégiailag szavazzál. Úgyhogy optimális esetben szerintem ez lehetne a legjobb rendszer, hogyha mi alaptörvényünk, meg a mi alkotmányunk az megengedné, hogy ez egy tényleg jó működő rendszer legyen. Te miben hiszel egyébként? Tehát te hiszel abban, hogy a demokrácia működhet? Én hiszem, hogy nagyjából a demokrácia az a legkisebb rossz. A legkisebb rossz? Találni, igen. Tehát, hogy próbálkoztunk ilyen egyeduralmi rendszerekkel, meg ilyenekkel, és hogyha belegondolsz egyébként, alapvetően én úgy gondolom, hogy van egy ilyen trade-off a demokratikusság meg a hatékonyság között. Tehát és akkor most mit értünk demokratikusság alatt? Mondjuk vagyunk 10, mi vagyunk a társadalom, és melyik a hatékonyabb, hogyha 10-ből kinevezünk egy embert, és ő hozza a döntéseket egymagába, vagy hogyha 10-en leülünk, és beszélgetünk, és akkor döntünk, amikor ez mindenkinek elfogadható. Nyilván az lesz a gyorsabb, meg a hatékonyabb, amikor egyedüli ember eldönti saját magának, hogy akkor most mi lesz a 10-nek. És sokszor egyébként lehet, hogy ez jó.
lehet, hogy Kína olykor-olykor hatékonyabban tudott reagálni egy-egy Covid-nak a kitörésére, mert ott megmondta a párti főnök, hogy oké, akkor most itt lezárunk 10 millió embert, aztán jó, hát... Majd lesz valami. Éhen hal egy pár ember, meg nem mehetnek jobbra-balra, meg emberi jogok, hát most ezt nem lehet lefordítani kínaira, amúgy se, úgyhogy nincs lehetőség. És akkor ezt elvileg Putyin mondta egyszer, hogy jó, nem, ez valószínűleg csak egy ilyen azért legenda, hogy oroszul az emberi jogok az egy lefordíthatatlan szókapcsolat, tehát nincs lehetőség. El tudom képzelni. Ja. Na mindig, szóval alapvetően úgy gondolnám, hogy a legkisebb rossz lehet egy demokratikus rendszer. Csak itt meg ugye a probléma abból lehet, hogy sokan vannak olyan szavazópolgárok, akiknek egyszerűen nincsen idejük meg energiájuk arra, hogy beleássák magukat a közös ügyeinkbe, mert nekik az az elsődleges prioritásuk, hogy legyen kaja, meg legyen pia, meg legyen fedél a fejük felett. És te hogy teszel annak az embernek szemrehányást, hogy oké, de olvasd már erre az átlátszónak a cikkét erről, meg arról, és akkor bazd meg, most jövök az építkezésről, miről beszélsz? Tehát, hogy így nincs idő, érted? Honnan? Haza kell menni, el kell menni a gyerekért, stb. És rengetegen vagyunk így. Ebből viszont az is következik, hogy akinek meg van ideje erre, hogy tájékozódjon, annak meg egy nagyon nagy felelőssége van, hogy próbálja a többieknek is kicsit vinni a híreket, meg próbálja őket is napra készen tartani, és próbáljon olykor-olykor helyettük is aktívnak lenni, csak ez rengeteg energiát elvesz, és hát valakinek, és mindenkinek meg kell élnie valamiből, tehát akkor ugye hogy van ezeknek az embereknek pénzük, akkor kifizeti őket, stb. Akkor a lobbisták, meg a mit tudom én, ez is nagyon messzire vezet, de alapvetően jó dolog a demokrácia. Tehát, hogyha elfogadjuk ezeket az alapvetéseket, ezeket a feltételezéseket, amiket előbb beszéltük, ugye ez a szabadok vagyunk, egyenlőek, meg képesek vagyunk morális döntéseket hozni, akkor igazából ebből egyeneságon következik az, hogy mindenkinek legyen egy egységnyi szavazata, amiről ő dönt, hogy azt kinek adja, kiben bízik meg, hogy őt képviselje. És ugye ez következik a szabadságunkból, meg következik az egyenlőségünkből. Mert most mi van, hogyha azt mondjuk, hogy oké, aki egyetemet végzett, annak hármat ér a szavazata. Tök jó, és akkor ő, mit tudom én, ő jobban magyar? Aha. Vagy ő jobban szóljon bele akkor a döntések? Vagy ő biztos, hogy jobban tudja? Vagy a szegényebb embernek kevesebbet érjen a szava? Neki nem számít annyira a nézőpontja, érted? Tehát, hogy Ezek olyan döntéseknek, olyan súlyozásoknak tűnnek, hogy mit tudom én, mondjuk az ne szavazhasson, akinek nincsen egy érettsége, hogy így oké, mi alapján, de lehet, hogy nem ő tehet arról, hogy nem tudta megszerezni az érettségét. Most akkor ezért még egyszer így büntesd ezzel, hogy nem szavazhasson, meg ilyenek. És akkor a nap végén oda jutottunk, hogy jó, mindenki egy szavazat, aztán álljatok be a sorba. És ez a legfairebb. Egyébként, ez a legfairebb. Visszatérve az eredeti példádra, először reflektálva arra, hogy hibáztatható-e az az ember, akit egész egyszerűen nem érdeklik az olyan témák, mint mondjuk az emberi jogok, amik így nem érinti őt. Ő fel kell reggel 6-kor, bemegy 7-re dolgozni, 4-re otthon van, leül, megvacsorázik, megnézi a dolgait, és aztán utána lefekszik, rinse and fucking repeat. Nem fogja érdekelni, és az a helyzet, hogy nem tudom hibáztatni azért, mert ő ezzel nem foglalkozik. Nem része az életének, senkinek nem lehet azt mondani, hogy te ezzel létszik-e foglalkozzál, mert hogy ez fontos-fontos. És tartalomgyártó oldalról ez meglehetősen gyakori, hogy miért nem állsz ki ez is ez mellett. És miért nem írsz erről, miért nem beszélsz erről, miért nincs pod erről, miért nincs videó arról. És egész egyszerűen, ahogy a legelején a beszélgetésnek mondtuk, senki sem tökéletes. Senki sem tud mindenre odafigyelni, senki sem tud mindent tökéletesen mérlegelni. Sajnos. Visszatérve a 10 emberes példádra, hogy a 10 emberes társadalmunknak hogyan kellene működnie. Én lehetséges, hogy egy ilyen furcsa fiú vagyok.
Viszont én azt gondolom, hogy, hogy eljutottunk oda arra a szintre, hogy az identitásunk az nem csinál semmit azon kívül, hogy bánt minket, mint társadalom. És én megmondom őszintén, hogy a tízemberes társadalomban azt csinálnám, hogy oké, okay, ki a legempatikusabb közülünk? Aha, jó van, a Feri lesz az. Jó, Feri, figyelj, te fogsz foglalkozni mindennel, ami ilyen érzékeny parázs téma. Te fogod kommunikálni ezt, és majd eldöntjük, de te fogod kommunikálni. Jól van, kinél van a legtöbb pénz? Jó, miért van nálad ennyi pénz? Hát, mert hogy ezt befektettem oda, jól működött, és akkor te vagy a legjobb a gazdasági dolgokban, ugye? Te bánsz a legjobban a pénzzel. Hát, közületek abszolút, bazd meg. De hogy ez a választási lehetőségünk, aki a legjobban ért hozzá, és aztán valaki oldalból ők is azt mondja, hogy jó, de azt tudod, hogy ez egy homofób. Ki a faszt érdekel? Jól ért a pénzhez. Nem fogjuk hagyni, hogy beleszóljon abba, hogy mi történne az emberi jogokkal. Arra ott van Feri, azt majd ő intézi. Egy szakértő kormány. Egy szakértő kormány. Aki úgynevezett tényeken alapszik. Tényeken alapuló döntéseket hoz. És tudom, hogy ez egy utópia. Tudom, hogy ez a része nem létezik, hogy egyfajta tisztító tűzzel azt mondjuk, hogy jó napot kívánunk, politikai elit. Az egyikőtök láthatóan képtelen erre, úgyhogy köszönjük szépen, de nincs rá igény. Gyurcsány úr, köszönjük szépen az eddigi részvételét. 8 éve nem kellene itt lennie, úgyhogy most legyen kedves visszamenni, azt nem tudom, nyomtasson valamit. És egy tisztító tűzön keresztül létrehozni egy olyan kormányt, aki úgynevezett hozzáértéssel viszonyul az adott témákhoz, és ne adj Isten, amikor egy oktatással kapcsolatos döntést kell meghozni, akkor esetleg olyan emberek hozzák ezt meg, akik nem csak 45 éve ültek egy iskolapadban, hanem mondjuk aktívan részt vesznek az oktatás jelenében, akkor lehetséges, hogy azok a döntések, amik születnének, azok valójában előre vinnének mindent, bármiféle identitás nélkül. Mert én értem azt, hogy az oktatásból nincsen pénz, de a legtöbb, bocsánat, hogy nyugati szitok szóval élek, de nyugati állam az felismerte azt, hogy az oktatók fogják felnevelni a következő generációt, és minél faszább az a generáció, annál faszább lesz az országnak. És ezt valahogy itthon nem látjuk, mert identitás. Úgyhogy az identitás a legjobb dolog, imádom, szeretem, de a legnagyobb ellenségünk jelenleg, az én véleményem szerint. És itt ebben lehet, hogy 250 ponton tévedtem, de nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre. Alapvetően szerintem egy létező folyamatot írsz le. Lehet, hogy egy picit más szavakat használnék, tehát identitás, az attól függetlenül szerintem egy teljesen természetes folyamat, és valahogy kell ahhoz, hogy be tudjuk fogadni a valóságot, és hogy ezzel együtt tudjunk élni a létezésnek a minden egyes szépségével, meg minden egyes kínjával. Tehát valami kell, valami keret, amiben ezt be tudjuk rakni, és kell egy ilyen koherens sztori, és lehet, hogy ez kb. Így az identitásom, vagy valami hasonló. És ami ilyen folyamatot ugye itt leírsz, ez az a szakértői kormány, meg akármi, mondtad, hogy ez utópia. Hát innen biztos, hogy annak tűnik. Tehát innen tudja, hogy annak tűnik. De egyébként meg én legalábbis úgy gondolom, és valamennyire egy belülről látva egy nyugat-európai társadalmat, Hollandiában éltem meg Amerikában is egy fél évet, én úgy gondolom, hogy ez elérhető, tehát ez alapvetően megvalósítható, sőt, ez ott valóság. Gondolod? Az a kérdőség. Mármint Amerikában van. Valóság? Amerikában is, valamennyire. Legalább azt mondom, hogy ez ilyen, most hogyha három szintbe gondolkozunk, mondjuk a közép szintig, alapvetően szerintem az eredmény, és az, hogy te mennyit tudsz elérni, mennyire értesz hozzá. Ez state level? Igazából? Hát,
Már ott csak azt mondom, valószínűleg ott is a state-nek is a felső vezetése, az nyilván az politika, és az, az a hűség alapvetően. Aha. Tehát ez itt szerintem az, az ellentét. Az eredmény, meg a hozzáértés, meg a profizmus, vagy a hűség, és amit te identitásnak nevezel gyakorlatilag, ez a, ez a csorda szellem, vagy a párthűség. Tudod, hogy nem azt nézed ott te a döntésednél, hogy mi lesz jó az egész társadalmunknak, hanem alapvetően az alapján döntesz, hogy mi tartja hatalomba az én közösségemet. Mi tartja hatalomba azt a közösséget, ami egyébként az én identitásomat is képezheti. De látjuk ugye sok helyen, hogy fideszes politikusoknál is a hűség, az, hogy kihez vagyok hűséges, meg hogy mi az identitásom, az nagyon sokszor üti egymást. Uh-huh. Ugye láttuk itt például Szájer Józsefet, aki gyakorlatilag ugye asszisztált, sőt, hát elősegített olyan homofób törvényeket, meg kommunikációkat, amit a... Igen, gyakorlatilag elvileg ő draftolta ezt a dolgot, és közben meg ugye meleg volt a csávó, hogy meleg a csávó, és hogy... Azt tudjuk egyébként, hogy meleg a csávó? Hát nem biztosan, de nem tudom, aki ilyen több tíz fős ilyen meleg szexpartikra jár, hát... talán. De lehet, nem tudom, ha bepereltek, ez csak az én véleményem, nincsen rá bizonyítékunk, csak ilyen közvetett, úgyhogy ilyen hearsay, meg akármi. Hát arra van, hogy azon részt vett, tehát, hogy ez így megvan, de hát szerencsétlen fiú. Hát, képzeld el, nyilván megbocsájthatatlan azt, amit, az, amit az LMBTQ közösséggel Magyarországon tett, de képzeld el, hogy amikor, ne adj is, mondd azt, mondjuk, hogy meleg, mondjuk, hogy meleg vagy bi. Képzeld el, hogy mit kellett átélnie az elmúlt hány éve a Fideszben van? 25? Amióta van, nem? Tehát, hogy alapító volt. Ja, alapító. Képzeld el, amikor az alapvetően liberális fiatalokból összeverbubált kis csapatba végre magára talál, hogy hát itt lehetek meleg, hát ez kurva jó. És aztán egyszer csak bekattannak, és elkezdenek ilyeneket csinálni. Hát mit élt át az az ember az elmúlt 10 évben, mit gondoltam? Igen. Ámen. De visszatérve erre a kis hűség, bocsánat, meg szakértelem dilemmára, hogy szerintem például a holland társadalom az alapvetően így működik. Tehát ott szerintem nagyon durva teljesítmény, kényszer is van, és ezt nagyon durvan elvárják, és ezáltal egyébként sokkal, de sokkal hatékonyabban dolgoznak, mint mi szerintem legalábbis. Tehát ugye sokszor így panaszkodunk mi magyarok, hogy igen, nincs is annyi pénzünk, meg a történelem, meg az akár, meg az azért. Igen, nagyon igaz, le voltunk itt igázva, el voltunk foglalva, meg kifosztottak, mit tudom én, meg rossz helyre álltunk a háborúban, de hogy állhatunk volna jól, meg mit tudom, stb. Oké, ismerjük. De az amerikai mentalitás, vagy a nyugat-európai mentalitás mi lenne ebben a pillanatban? Tök jó, megtörtént, hogyan javítsuk, hogyan érjünk el jobbat, hogyan csináljuk úgy, hogy ez soha többé ne történhessen meg újra. És nekünk meg nem ez a hozzáállásunk, nekünk meg az a hozzáállásunk, hogy gyakorlatilag megint előtérbe helyezzük a hűséget, a párthűséget a teljesítménnyel, a teljesítményhez képest, és megint újra kreáljuk ugyanazokat a problémáinkat, amik miatt egyébként szomorúak vagyunk a múltban. És még a külhoni magyarokról mindenképp akarnék majd beszélni, meg azt említetted egy 10 perce, és ezért is talán mondtam azt, hogy konzervatív beállítottságú vagyok, mert nekem egyébként számít. Tehát, hogy számít azért is, mert magyar vagyok, de számít azért is, mert ott emberek élnek, akiknek van egy anyanyelvű. Aha. Mert felnősz egy nyelvvel, ahogy az anyád meg az apád beszél hozzád, ahogy azt hiszem mondjuk te gondolkozol, vagy mindegy, ez is egy másik kérdés, hogy gondolkozol-e valamilyen nyelven, vagy az micsoda, amikor gondolkozol. De hogy van egy anyanyelved, és ezt nem használhatod, mit tudom én, a suliba, vagy az ügyintézés, beértelés. És hogy te azzal a nyelvvel, te ott élsz évszázadok óta, vagy mit tudom én mióta. És 110, hány, mennyi? 18-as, nem tudom kiszámolni. 100 plusz éve. Mindegy, de hogy érted, mit tudom én, a honfoglalás óta kb. Vagy nem tudom mióta élhetnek ott magyarul beszélő emberek, érted, különféle identitásokkal, és hogy most jön egy ilyen modern állam, amit Romániának hívunk, vagy Magyarországnak hívunk, és akkor azt mondja, akár Románia, akár Magyarország, hogy te ember, te ne használd a saját nyelvedet, hanem csináld azt, amit én mondok. Tehát, hogy itt alapvetően van egy ilyen szabadság probléma, hogy
nekik miért nem engedhetjük, miért nem lenne nekik szabad ez, érted? Amikor ők is ugyanolyan szabad emberek, meg elvileg egyenlőek azokkal, mint akik a szabályokat hozzák számukra. Uh-huh. És nekem itt ez a probléma, és akkor beszélhetünk arról, hogy ki tartozik neked a, kinek adsz ilyen morális agenciát gyakorlatilag, vagy kire gondolsz úgy, mint egy morális értelemben megvédendő, vagy egy fontos entitás, ember, létező, bármi, és hogy lehet, hogy valakinek ez elsősorban a Magyarországon élő magyarok. Lehet, hogy valakinek ez elsősorban a fideszesek, vagy a DK-sok, vagy a jobbikosok, vagy a bárkik, érted? Lehet, hogy valakinek ezek elsősorban az LMBTQ közösségnek a részei. De az is lehet, hogy másoknak meg úgy unblock az emberiség. Valakinek az fontos, hogy unblock az emberiség biztonságban legyen, meg szabad lehessen, mert úgy gondolja, hogy vannak olyan alapértékek, amik minden emberre kellene, hogy vonatkozzanak. De ugye ez, nem, ez az egyik nem zárja ki a másikat, nem? Tehát, hogy itt nem az van, hogy 100% ez, és semmi más, hanem nyilván, amikor valaki felrakja valakinek a térképére egy adott problémát, megnézel egy Netflix mockumentaryt, vagy egy dokumentaryt arról, hogy mi a helyzet a tengerekkel, meg mi a helyzet az óceánjainkkal, vagy megnézed azt, hogy az öreg David elmondja, hogy tartós tejet már annyira ne, és így felrakja a térképedre a problémát, és aztán elkezdesz vele foglalkozni, és árnyalja a képet, hogy igen, fontos az, hogy mint emberi faj túléljünk. Fontos az, hogy Magyarországon mindenkinek ugyanolyan joga legyen. Fontos az, hogy a határon kívüli magyarok meg tudják élni a saját magyarságukat, és tudjanak biztonságban és elégedettségben élni. Miért? Mert emberek. Miért? Mert megérdemlik. És én azt gondolom, hogy itt is nagyon fontos a kommunikáció. Tehát a jelenleg azzal, hogy mi azt mondjuk, hogy na te szőrös tapu, azonnal bánjál jobban a magyarokkal, az például egy olyan úton is meg lehetne tenni, hogy mondjuk mi a Magyarországon élő cigánysággal jobban bánunk. És akkor egyfajta ilyen példamutatással járunk elő, hogy nézd csak, itt él egy etnikum a mi országunkban, és mi így viszonyulunk hozzájuk. Úgyhogy az lenne a kérésünk, hogy esetleg a ti románok az erdélyi magyarokkal kapcsolatban is mutassatok némi empátiát. Viszont nagyon séki az a talaj, ami nálunk ezzel kapcsolatban, mert nem az emberi jogok vannak előtérben, hanem a magyar jogok. És a magyar jog az olyan, amire Magyarország kormánya jogot formál saját magának. Az emberi jog az pedig egy alapvetés. Pontosan, pontosan. Tehát, hogy az a szépsége, meg a problémája is ezeknek a dolgoknak, hogy ezek ilyen univerzális dolgok. Tehát, hogy akarjuk, nem akarjuk, mondhatjuk úgy, hogy mindenki a saját kultúrkörében majd meghatározza saját magának a kis törvényeit, meg hogy milyen normák alapján, milyen szabályok alapján szeretne élni, de ezek előbb-utóbb hatni fognak egymásra. Tehát amikor azt látjuk, hogy akár igen, a külhoni magyaroknak, mit tudom én, kevesebb joguk van, vagy nincsenek megadva olyan alap kulturális képességeik, amik megillenének őket, vagy amikor azt látjuk, hogy a kínai kommunista állam iszonyat módon erősödik, és nyomja el a hongkongiakat, zárja koncentrációs táborokba az ujgorokat, vet szemet lassan a 20 milliós Tájvánra, tehát hogy aggódhatunk mi csak az ujgurok miatt, és mondhatjuk azt, hogy ők is emberek, nekik őket is megilletné az, hogy az anyanyelvüket használva nőhessenek fel, ugyanúgy, mint ahogy a külhoni magyarokat is, és mondhatjuk azt is, hogy tök jó, ha az ujgurokkal megcsinálják ezt, akkor hol lesz az a gát, mi szab gátat annak, hogy holnap után ne csinálja ezt meg valaki velünk is. Mert nálunk is vannak erősebbek, érted? És ezt kéne látni szerintem, hogy... Akik mondjuk egy békeszerződésben esetleg fognák magukat, és levágnának részeket az országból. Hát figyelj! Elképzelhetőnek érzem. Tehát, hogy...
akár bármi, tehát, hogy ahogy ugye 2014-ben volt a krími félszigetnek az elfoglalása, igen, meg az Ukrajna keleti részének, ott a Donyeck megyéknek az elfoglalása, ugye egy ilyen hirtelen ebben lerohanásnak. Teljes, amíg nem csinálnak belőle filmet, addig nem fogom tudni sajnos. Mark Wahlberg. Nagyon érdekes sztori így. Hát mindegy, az oroszok ezt így elintézték. Gyakorlatilag kiszámolták, hogy most éppen Amerika jobban a saját problémájával van elfoglalva, amúgy se fog itt beavatkozni az orosz határ mellett közvetlen, Ukrajna amúgy se a NATO-nak a része, stb. Akkor most ezt itt vállaljuk be. És mi lett a következménye? Hát egy pár ilyen gazdasági szankció, meg embargó, meg akármi, de most épül éppen Oroszország és Németország között a következő gázvezeték, mert hát élni meg fogunk továbbra is egymás mellett. Mert úgynevezett pénz. És hát ez van. És ugyanúgy Kínával is ugye kereskedünk tovább, mert hát nem nagyon lehet őket kikerülni igazából. Ugyanúgy Amerika is kereskedik velük. Ja, Bence, ne érts félre, én kibaszott naív vagyok. Tehát, hogy én... Ja, én szerintem jó a naívság. Jó dolog? Azért, mert... Tehát, hogy én a gazdaság szerintem az emberi jogok alatt van. Tehát, hogy értem ezeket a dolgokat, értem azt is, hogy akár mennyire is most az EU-ban nagyon durva visszhangja van az LMBTQ törvénynek. Én nagyon szeretnék hinni abban, hogy az EU feláll a seggéről, és azt mondja, hogy nem, bazd meg, nem, tagország vagy, elfogadtad ezeket a feltételeket? Nem. És nyilván közben látom azt, hogy nagyon olcsón rakjuk össze az autókat annak az országnak, akinek megfelelő befolyása van arra, hogy egyébként mi történik az EU-ban. Csak hogy számomra ez így nem feltétlenül magyarázat. Nagyon szép Győr, tényleg nagyon szép, ellophatatlan mennyiségű pénzt tol bele az Audi, mint láthattuk, tehát hogy nem lehet elkokainozni annyi pénzt, amennyit az Audi Győrbe beletol. És én abszolút értem ezt a részét. Csak igazságtalannak érzem, azért, és még egyszer mondom, mert nem értem a gazdaságot, nem értek hozzá, és őszintén szólva egy kicsit le is szarom. Ez az én tragédiám, hogyha bármit értenék a gazdasághoz és a pénzügyekhez, a videójátékiparon kívül, akkor jobban érdekelne, tudod. De szerintem ez egy teljesen legitim hozzáállás. De nyilván befolyásolják ezek a materiális tényezők, tehát hogy tényleg mennyi pénzünk van, honnan van a pénzünk, meg stb. De alapvetően igen, tehát hogyha elköteleződünk valamilyen értékek mellett, akkor nyilván az be kéne tartani. Itt ugye jobban szerintem, amire rátérünk, az a hardcore politikai része ennek a dolognak. Tehát, hogy volt egy ilyen, most már talán meghalt, Jürgen Habermasra gondolok, ő egy német politikafilozófus volt itt a 20. század második felébe, és ő mondta ezt a dolgot, nyilván ezt mások is megfogalmazták, hogy a demokrácia annyit ér, amennyit az emberek csinálnak belőle gyakorlatilag. Tehát ugye visszajukodunk oda, ha sokan foglalkoznak vele, sokan aktívak, sokan tüntetnek, és tényleg ráverik a kormányra a hibáit, akkor ez a kormány előbb-utóbb jobban fog teljesíteni. Tisztességesebb lesz, átláthatóbb lesz, hatékonyabb lesz, stb. Ha meg nem foglalkozunk vele, akkor meg kevésbé lesz ilyen. És az Európai Unió gyakorlatilag ugyanez, tehát hogy mi csatlakoztunk ehhez a közösséghez, ehhez az értékközösséghez, de mégiscsak alapvetően az Európai Unió az nem egy állam. Az Európai Uniónak nincs arra se jogi hatalma, se szerintem morális felhatalmazása, hogy idejöjjenek valamilyen kéksapkás Európai Uniós katonák, és azt mondják bármilyen magyar kormánynak, legyen az olyan, akivel én éppen egyetértek, vagy nem értek egyet, hogy pötsz, mert majd mi megmondjuk, hogy mi a jó. Mm. Az Európai Unió az tényleg egy olyan önkéntes közösség, aminek vannak közös érdekei, meg közös értékei, és akkor ezeket próbáljuk képviselni, de ők nem fognak beleszólni itt nekünk itt hardcore-ba abba, hogy itt mi van. Ezt nekünk kell itt lerendezni, és hogyha valami nem tetszik nekünk itt belülről, akkor belülről kell ezt elintézni. Nem akarok beleszólni Jürgen dolgába, mert nyilvánvalóan egy politológus ehhez sokkal jobban ért, mint én. Viszont amikor
egy ilyen lejtős demokráciában élünk, és egész egyszerűen nem a többség szava az, ami valójában számít, és értelemszerűen nem lehet megmozgatni nagyon-nagyon sok embert, mert mindenkinek megvan a maga problémája, vagy sokban tartják, vagy bármi ilyesmi. Tehát amikor a többség szava nem számít, akkor mi történik? Mert akkor nem tudsz nyomást gyakorolni az államra. Tehát egész egyszerűen a demokratikus eszközök, amik egy demokráciában a nép kezében vannak, azok egy ilyen kis csorba kiegyenesített kaszák, amivel nem tudsz az ég egy adta világon semmit átütni. És az emberek, én azt érzem, bocsánat, lehetséges, hogy ez csak az én saját tapasztalatom, az összes tüntetés, amin ott voltam, azt érzem, hogy az emberek elfáradtak. És ennél nyilvánvalóbb sosem volt számomra ez az egész, mint a Pegazusos tüntetésen, amin ott voltunk. Hogy ott szerintem nem volt 1000 ember. Nyilván nem számolgattam végig a dolgot, de ilyen 1000 közeli. 1000 közeli ember volt ott. És ez nyilvánvalóan ez pont egy olyan, amire ha én lennék az államfő, én is megrántanám a vállamat. Ja, hogy 1000 embernek nem tetszik. Hát, nagyon sajnálom. Azért jól vagytok? Tehát, hogy így nagyon könnyű megrántani a válladat. És teljesen mindegy. Tehát, hogy azt érzem, azt a fajta arroganciát érzem a másik oldalról, hogy ameddig az a 2 millió ember, aki odaszavaz azon a napon, ahogy kell, amíg az a 2 millió ember egy olyan egységet alkot, hogy bármikor, bármilyen formában mozgósítható, addig tök mindegy, hogy a másik 7 mit akar és hogyan akarja. Mert számomra, bocsánat, egy működő demokrácia az úgy néz ki, ahogy Hollandiában néz ki, ahol kimegy 50 000 ember az utcára, és azt mondja, hogy nektek a kurva anyátokat. Ó, bazd meg! Jogos, a kurva anyánkat, és lemond az egész kormány azért, mert valamilyen real estate dolog volt, hogy kijátszottak állami juttatásokat emberek alól, akiknek szükségük lett volna ilyen lakossági hozzájárulásra, és kijátszotta alóluk az állam. Úgy hívjuk ezt itt, hogy kedd délelőtt, érted? Tehát kedd délelőtt Magyarország. Be se kerül az meg a legvéres szájú baloldali médiába, se kerül ez bele, mert fontosabb dolgokkal kell foglalkozni, meg két durvább dolog történt másfél órával később. Ezért a holland kormány feláll egy az egyben, és azt mondja, sajnáljuk, cserben hagytunk titeket a viszontlátásra. Másnap, bazd meg, másnap. Tehát, hogy ez a demokrácia, szerintem. Igen, ezt nekünk kell kiharcolni, nincs mese. Tehát, hogy... De, Bence, hogyan? Tehát, hogy hogyan harcolod ezt? A jelenlegi Magyarországon hogyan harcolod ezt ki? Alapvetően, ugye a legelső bástyája szerintem egy erős demokratikus társadalomnak az oktatás és az erre való nevelés. Most ugye nálunk ugye ez annyira nem játszik, tehát nálunk ugye egyre inkább veszik ki a tantervből azokat a készségeknek az oktatását, ami ahhoz kell, hogy mondjuk megállapítsd, hogy egy hír az mennyire valós, mennyire akar téged manipulálni, stb. Nem annyira tanítják meg az államnak az alapvető működését, kevés idő jut, és nagyon az év végén már akár az alaptörvényre, akár az emberi jogokra, akár bármi ilyesmire, de alapvetően itt kezdődik ez a dolog. És egy másik nagyon fontos pillér szerintem ebben. Jó, akkor ez másfél generáció, ez nagyon fáj. Igen, mondjál jobbat, valamiben légy szíves, hadd kapaszkodjak bele, mondjál mást. Igen. És ami talán jobb lehetne, az információnak a szétterítése, tehát most jött ki például egy tanulmány, ami tényleg aláhúzta azt az ilyen szállóigét, hogy sajnos
vidékre, a kisebb falvakba kevésbé jut el az információ, legalábbis kevésbé jut el az az információ, ami kellemetlen lehet a kormánynak, és ezért például a magyar népesség, nem tudom, nagyon számottevő része nem is hallott például erről az illegálisnak vélt lehallgatási ügyről. Azt akarod mondani, hogy Mészáros Lőrinc megyei labbirodalma nem ad megfelelő tájékoztatást a vidéken élő lakosságnak? Ez nagyon durva lenne, ha ez így lenne. Ez egy durva claim, igen. Ez egy nagyon-nagyon durva claim, és szerintem a sajtószabadságot is sérti egy icipicit. De nem tudjuk, hogy így van-e. Igen, ezt csak így hallottuk, és visszamondjuk, de amúgy fogalmunk sincs, ja, meg ilyenek, de... Nem, tehát, hogy visszafordítva egyébként itt a beszélgetés, tehát, hogy információt kéne elvinni azok emberek számára, akikhez talán ez nem annyira jut el, illetve... Kinek a felelőssége ez? Alapvetően nyilván az államnak lenne a felelőssége, de hogyha most egy olyan szituációban látjuk magunkat, amikor az állam ahelyett, hogy a hatékonyságra és az eredményre fókuszálna az össztársadalom számára, inkább a hűségre fókuszál és a lojalitásra, és a pártnak a szemszögéből viszi sokszor az ügyeit, akkor igazából ez másra nem tud szorulni, mint a civil társadalomra. Uh-huh. És sajnos nem tudunk mit csinálni, tehát, hogy ha mi változtatni akarunk a saját sorsunkon, akkor kézbe kell vennünk a dolgokat. Tehát nem tudunk más csinálni egyszerűen. Van például a Nyomtas Te Is féle kezdeményezés, azt csinálják, hogy van egy minimális szerkesztőség, ott egy A4-es lapra összeállítanak híreket, ami itt egy oldal, meg a túloldalon, és gyakorlatilag 4 oldalnyi hír van ilyen kisbetűvel rányomtatva, otthon kinyomtatod egy A4-es lapra, és szórod, amerre tudod. Próbálnak menni kisfalvak irányába, és szórni ezeket a szórólapokat gyakorlatilag, amin az ő általuk fontosnak vélt, és elvileg objektivitást tükröző híreket viszik jobbra-balra. És hol lehet elérni például... erről több információt? Az északkorea.hu-n? Mert... ja. Tehát, hogy ez tipikusan az, hogy Law and Order epizódokat csempésznek Észak-Koreába pendrive-okon, hogy az emberek tudják, hogy mihez van más embereknek joga, és mihez nincsen. Tehát, hogy ez már üti azt a szintet. Nem tudom, hogy megvolt-e annak a baloldali politikusnak, nem fog eszembe jutni a neve, aki nem tudott hirdetni az adott területen lévő megyei labban, úgyhogy feladott egy társkereső hirdetést. Ja. Igen, most ez egy momentumos csávó volt. Momentumos volt? Alava vidéken, igen. Kreatívak tudnak azok lenni, ha akarnak nagyon. Te mennyire vagy szarban így a választás előtt egy fél évvel? Mennyire vagyok szarban? Hát figyelj, én amúgy el vagyok. Tehát én személyesen én el vagyok. Nem, úgy értem, hogy amikor be kell menned egy szavazófülkébe, és le kell raknod 3x-et, mennyire vagy szarban azzal kapcsolatban, hogy hova rakod? Én nagyjából úgy gondolom, hogy... És itt most, bocsánat, nem, hát direkt nem arra kérdeztem rá, hogy kire szavazol, hanem hogy... Igen, mondhatnám azt, hogy kire akarnék szavazni, meg ilyenek. Én most egyébként ezt be is vállalom, akkor azt tudom mondani, hogy nagy valószínűséggel én ilyen két farkú kutyapártra fogok szavazni jövő áprilisban. Igen. És ezt azért tudom mondani, mert az, amiről beszélünk, ez a probléma, ez alapvetően szerintem nem csak az egyik párthoz köthető probléma. Ez alapvetően a politikai elitünkhöz köthető probléma, ami a rendszerváltás óta többé-kevésbé velünk van, attól függően, hogy éppen a hatalmon lévő pártnak mennyi hatalma van. De azok a tendenciák, hogy azzal én már nem ülök le beszélgetni, aki nálam egy gyengébb politikus, vagy aki engem szeretne kihívni, vagy hogy a közösségi médiát
hogy mi a közmédiát, azt úgy próbálom hangolni, hogy az az én politikai törekvésemnek feleljen meg. Aha. Ez alapvetően szerintem velünk volt azóta, és ezért is mondom, hogy valamilyen fajta kulturális változásra van szükség, amit lehet egyrésztről az edukációban véghez vinni, már a gyerekkortól kezdve, és nyilván itt akkor az államnak lenne ez a feladata, ergo. Ezt nem annyira tudjuk most már befolyásolni. A másik meg, amit tudunk csinálni, hogy különféle civil szervezéseken keresztül a felnőtt társadalmat próbáljuk edukálni arra, hogy legyenek tudatosan fogyasszák a médiát, hogy törekedjenek arra, hogy kultúrát, vitákat próbáljanak folytatni, akár csak a családi asztalnál, akár elmenni külön beszélgetni ilyen emberekkel, és hogy legyenek nyitottak más véleményekre, meg ezek az ezer fajta dolgok, amikről beszélgettünk. Aha. Valahogy muszáj lenne igazából a felnőtt társadalmat egy picit ilyen demokratikus irányba képezni, hogy oké, neked vannak jogaid, tök jó emberi jogokról beszéltünk, viszont ezekkel a jogokkal neked egyébként felelősséged is vannak. Tehát ez full ugyanannak a coinnak a két oldala. Nekem van jogom, mert az állam engem megvéd attól, hogy a szomszéd ide jöjjön, és elvegye a biciklimet, mert ez az én tulajdonom. Tök jó. De ahhoz, hogy az állam ezt tudja, ezt a képességét hatékonyan művelni, ezért nekem minimum 4 évente kéne mondjuk egy fél órát vagy egy órát foglalkoznom a politikával, és átnézni töviről hegyire, hogy akkor most itt ki van, milyen opciók vannak, kinek milyen ügyei vannak, és akkor valamire leszavazni. Aha. És hát... ugye nagyon sokan gyakorlatilag a népesség, a szavazókorú népesség 1/3 gyakorlatilag nem is megy el a választásokra, és akkor erről is beszélgetünk, hogy ennek milyen okai vannak. Én nagyon-nagyon fogok igyekezni, hogy az én véleményem az ne egy ilyen meghatározó dolog legyen a közösségben, hogy én kire meg hogyan fogok szavazni, én ezt nem fogom megosztani senkivel, ez az én kis privát dolgom. Mármint amikor közelebb érünk és eldöntöm, mert fingom nincsen, gyerekek. Fingom nincsen. Nem, hát ez nem, meg változhat ezerszer. Változhat ezerszer. Én is mondtam valamit, de... de az a véleményem az viszont általános, hogy mindenki menjen el szavazni. Teljesen mindegy, hogy kire szavaz, hogyha neki ez a Fidesz dolog, ez megfelel, mert mindegy csak a Gyurcsány, vagy egész egyszerűen tényleg egyetért ezzel az egésszel, akkor mindenképpen menjen el szavazni, mert állampolgári kötelesség ez. Egy follow-up kérdést engedjél meg, kérlek, ezzel kapcsolatban. Az a helyzet, hogy ha az alapján adnám le a szavazatomat, hogy kivel értek egyet a legjobban, és hogy melyik irány az, ami szerintem a legmegfelelőbb lenne, akkor én is a két farkút mondanám. Mert annál szebb tisztító tűz nincs, mint hogyha a két farkú kutya párt nem csak, hogy mandátumot szerez, de effektív hatalma lesz, döntési joga lesz a parlamentben. Izlandon volt ez, azt hiszem, ahol a Vic párt megnyerte a választást. Mert hogy az embereknek annyira nevetségesen, mérhetetlenül tele lett a fasza azzal, hogy mi történik az izlandi politikában, hogy azt mondták, hogy lehet ez rosszabb. És nem lett, gyerekek, egész egyszerűen nem lett. Kiderült, hogy az élet az egészen pontosan ugyanúgy megy tovább. Csak történt... Egyébként nagyon kíváncsi vagyok egy follow-upra, mert nem tudom, hogy ott mi történt pontosan. Ezzel együtt még azt hagyj fűzem hozzá, hogy most lesz egy előválasztás is. Igen. Egyébként, és itt is azért mondjuk azt el, hogy itt is menjetek el szavazni. Tehát, hogy ugyanaz, ami a rendes választásokra érvényes, az erre a választásra is érvényes, és mondhatunk ezerféle kritikát, hogy ez miért nem jó, meg így, úgy, amúgy, meg mutyi, meg ízni, meg akármi, de lesznek valódi versenyek. A nagy vonalakban el tudod mondani, hogy miért van most az előválasztás? Mert én lehet, hogy tévednék ebben, mert lehet, hogy nem... Ja, abszolút, abszolút. Ugye, amit érintettünk korábban, hogy a Fidesz úgy változtatta meg a szavazati törvényt, hogy gyakorlatilag egy ilyen kétpártrendszer kialakulásának kedvez ez a folyamat. Ugye gyakorlatilag ezt úgy is hívják, hogy ilyen győztes kompenzációkat építettek be a rendszerbe. Tehát igazából, ha valaki nyer, akkor
még a töredék szavazatokat, amik amúgy elvesznének, abból még rápakolnak a győztesnek az arányára, és ezzel így egy ilyen győztes kompenzációt hajtanak végre. Van ennek is logikája, ne menjünk bele, amúgy ez egy létező dolog nemzetközileg is, oké, lapozzunk. Amit ugye történt, hogy korábban egy ilyen, hát egy ilyen több pártrendszer volt ugye nálunk, így a rendszerváltás óta. És most ugye azt látjuk, hogy van egy erős Fidesz, aki nagyjából a szavazóknak, mit tudom én, a felét úgy meg tudja szólítani, és van egy mellette egy széttöredezett ilyen ellenzéki pártcsalád, akik meg így jobbra-balra így vannak, és így gyakorlatilag hasonlókat mondanak. És akkor arra jutottak most ezek az ellenzéki pártok, hogy mi lenne, ja, és még azt is hozzáfűzném, hogy korábban ugye kétfordulós volt itthon a választás, és ugye te az első fordulóban 6 jelölt közül mondjuk szavaztál, és akkor abból 2 jutott a második fordulóba, és ott még egyszer szavaztál. Tehát nem az volt, hogy valaki, mit tudom én, 20-30%-kal meg tudta nyerni a versenyt. Most viszont az eredeti választás az csak egy fordulós. Tehát fennállhat az, hogy mondjuk akire 25%-nyi ember szavaz, vagy 30%-nyi ember szavaz, ő is meg tudja nyerni a versenyt, mert a többiek között meg ők kapnak meg 7-et, meg 8-at, meg 10-et, meg akármi, érted? És kitalálták az ellenzéki gondolkozók, hogy hozzuk vissza ezt az első fordulót, és csináljuk meg ezt magunknak, és ugyanúgy, mint ahogy Amerikában vannak ezek a primary választások, ugye ott is a demokrata párton belül, meg a republikánus párton belül, itt is gyakorlatilag az ellenzéken belül le kéne játszani előre ezeket a meccseket, és akkor úgy menni, kihívni gyakorlatilag a kormányzó pártokat, hogy már csak egy jelölt van a minden körzetben. Erre mondta gyakorlatilag a két farkú kutyapárt, meg azért még jó pár közösség, hogy good, mi ebben nem tudunk beszállni, mert nem igazságosak a szabályai gyakorlatilag ennek a dolognak, és azt mondták, hogy hagyjuk. Most azzal együtt ugye, hogy én ezt megpendítettem, hogy akár az is elképzelhető, hogy a kutyákra fogok szavazni majd áprilisban, attól függetlenül én el fogok menni ugyanúgy az előválasztásra, mert itt is befolyásolhatjuk a közéletet, és befolyásolhatjuk azt, hogy ki fog majd minket képviselni, ne hagyj Isten, vagy legalább kivel fognak itt megmérkőzni. És ami meg fontos, hogy itt azért valós versenyek lesznek. Tehát valós verseny van például Zuglóban, Tóth Csaba, MSZP-s képviselő, és Hatházi Ákos, független, meg így Momentumhoz köthető képviselő között. És van még nagyon sok ilyen körzet. És nagyon sokan ugye azzal bírálják ezt az előválasztást, hogy sok olyan körzet van, ahol csak egy jelölt van, tehát gyakorlatilag nem lesz verseny. Okay? És sok olyan hely van, ahol így leegyeztették egymással a pártok, és mit tudom én, a Jobbik támogatja a DK-s jelöltet, és ez hogy néz már ki, meg akármi. És én ezzel egyet tudok egyébként érteni, oké, elvi alapon ezek nem a legszerencsésebb dolgok, viszont mi az összehasonlítási alapunk? Mi az alternatíva? Az alternatíva az az, hogy nincsen előválasztás. És annál meg szerintem bármi jobb. Tehát bármennyire megkérdezik egy valós módon az emberek véleményét, és ez valós módon lesz, tehát itt komoly civil szervezetek őrködnek afelett, hogy ez egy átlátható verseny legyen, hogy itt ne lehessen bele mókolni a pártok részéről a szavazatok leadásába. Hát mert a geci dolgok azok már le vannak zsírozva előre, nem? Tehát, hogy az igazán kellemetlen dolgok, ami például a Tóth Csabás botrány volt, azok le vannak zsírozva. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a hatpárti ellenzék a bírálata az bizonyos szempontból jogos ebből a szempontból. De bocsánat, nem akartam megszakítani. Ja, bizonyos szempontból jogos, de aki meg bírálja az ellenzéket, a hatpárti ellenzéket, joggal bíráljátok az ellenzéket egyébként, tehát mindenkit szerintem bírálni kell. Pont azért, amit elmondtunk, nem azért, mert te az ellensége vagy neki. Én nem azért bírálom akár a Fidesz se, hogyha bírálom őket, mert én a Fidesznek az ellensége vagyok, hanem azért, mert azt szeretném, hogy jobban működjen. Aha. Hogy igazságosabb legyen, hogy meghallja azt is, hogy szia, én is szavazópolgárok, én is magyar vagyok, én ezt így látom, nem szeretnél ezt meghallgatni engem, és ezt beépíteni a saját gondolkodásodba? Hátha, érted, hátha. És ugyanúgy ezt el kell mondani az ellenzék felé, és ugyanúgy szeretlek, el kell Bence. Mondani minden. Olyan vagy, mint én. Felé. Igen. És
Szóval olyan részről le vannak zsírozva, hogy igen, odaengedték Tóth Csabát is a rajtvonalhoz, holott így róla is azért így, hát halljuk, sejtjük, vagy vannak ilyen legendák, ugye, hogy eléggé azért benne van ott a zuglói korrupciós ügyekben, meg a közpénznek az elfolyásába, ugye itt is nem tudunk semmi konkrétat mondani igazából, de nem tudom, hogyha valaki megnézte a 444-nek mondjuk a dokumentumfilmét, amit az Ázsidoni forgatott egy 2 éve nagyjából a parkolási maffiáról, akkor szerintem azért egy kicsit pontosabb képet kap a valóságról. És ez egy rossz üzenet. Tehát, hogy itt most éppen arról megy a szavazás, tehát, hogy arról fog szólni a jövő évi választás, hogy visszaszorítsuk a korrupciót, visszaszorítsuk azt, ami nem az érdekünkben történik, hanem emberek szeretnének meggazdagodni ebből az egészből. És amikor az egyetlen alternatívánk, és nyugodtan mondhatjuk, hogy a hatpárti ellenzék jelenleg az egyetlen alternatívánk arra, ami jelenleg történik, még a hatalom közelében nincsen senki, de már ezek a játszmák mennek, ilyenkor az ember elbizonytalanodik, elkeztelenedik, és lényegesen kevésbé hisz a változásban. És a hit, meg a bizalom, az két olyan kulcsfontosságú dolog, mert ahogy te is mondtad, az emberek egyharmada nem hajlandó elmenni szavazni. Igen, igen, alapvetően ez egy nagyon jó gondolat, szerintem a hitnek, meg a gondolatnak teremtő ereje van. Tehát, hogyha hiszünk valamiben, elegen hiszünk benne, akkor az meg fog valósulni előbb-utóbb. Így van. De visszatérve itt a politikai szára, tehát, hogy pont ezért is emeltem ki ezt a körzetet, mert igazad van, ahogy mondod, ugye ez sokakat eltántorít itt a részvételtől az előválasztáson, viszont arra kéne rájönni, hogyha valakinek problémája van az ellenzékkel, pont itt van a lehetőség arra, hogy kifejezze ezt a problémáját. Uh-huh. Neked problémád van X jelöltel, megnézed szépen a kis listát majd, itt szeptember közepén fog indulni ez az előválasztás, megnézed a szavazókörzetedet, ezt az X-et ezt nagyon nem csipázom, mert mindig mondják róla, hogy benne van itt jobbra-balra, meg stb., meg elfolyt a közpénz, meg nem épült meg a játszótér, meg akármi. Nézd, már van egy kihívója Y. Hát, és mit tudunk csinálni? Annyira nem ismerem amúgy, jó? Akármit mond, belehallgatok egy videójába. Oké, jó, mondjuk, szavazzunk rá, érted? Legrosszabb mi lehet? Ugyanolyan korrupt lesz, vagy még korruptabb lesz, mint az a másik csávó, akit éppen elküldesz, érted, vagy aki ellen lesz szavazol. Mi a megoldás? Nem az, hogy kisírod a szemed, jó, nyilván az is egy picit, oké. Jó, jó megoldás. Rosszul döntöttünk. De mi a megoldás? Következő választásokon megint elmész, és megint leszavazol a korrupt jelölt ellen. És megint megszavazol egy olyat, aki egyelőre tisztességesnek tűnik, akinek jó ötletei vannak, akinek van egy víziója arról, hogy mit akar csinálni a választókerülettel, az országgal, a néppel, bármivel. És nem tudunk más tenni igazából 4 évről 4 évre, meg előválasztásról előválasztásra, hogyha majd lesznek ilyenek még, el kell menni, és ki kell fejezni a véleményünket, vagy az alternatíva, hogy kihegyezzük a kaszát, meg a kapát, és akkor lehet menni vértontani, csak hát ezt senki nem szeretné bevállalni. És nem szeretnénk idáig eljutni, hogy itt egy polgárháborús állapotok legyenek, mint mondjuk, mit tudom én, Fehér Oroszországban. Tehát ezt nagyon remélem, hogy ezt ebből már így kvázi kinőttünk, vagy legalábbis nem fogunk idáig még egyszer eljutni, de ahogy én most látom a folyamatokat, egyébként erre fele haladunk. Tehát konkrétan egy polgárháborús állapot fele haladunk, szerintem. Érdekes egyébként a felvetés, hogy mert hogy ez egy ilyen kétváltozós egyenlet. Mikor érzi nagyon sok ember azt, hogy nincsenek demokratikus eszközei a változtatásra, és ebből a csoportból mikor érzi elég ember azt, hogy ez az egyetlen megoldás. És én feláldozom magam, a jövőmet, az esetleges jövőmet, kockára teszek mindent, ami vagyok, azért, hogy változást érjek el. Mert nekem fontos az országom. Ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdés. Én azt gondolnám, hogy már rég polgárháború lenne, ha fordított lenne a helyzet. Ha egy baloldali párt gyakorolna ilyen hatalmat. Mert, hogy is mondjam,
jobb oldalon több a fegyver, több a vér. Mm-hmm. És nyilván értetted, hogy én, aki tényleg őszintén szívből szeretné azt, hogy itt változások álljanak be, én az a fajta vagyok, akit fel lehet tüzelni odáig, hogy kimenjen az utcára, sőt, talán odáig is fel lehet tüzelni, hogy valami tompa fegyvert fogjon, amivel fejbe lehet vágni valakit, de az azért sok meló, és kell egy ilyen nagyon inspiráló ember ennek az egésznek az élére, mert egészen addig én ott állok az összes tüntetésen, és hogyha találok egy jó szónokot, akkor annak válaszolok is, de azért figyelek arra, hogy a nagyon lassan csigatempóban közlekedő tömeg ne lögybölje ki a karamellás macchiatómat. Tehát, hogy ez az hát a ez a kulcs egyébként. Ez az a vérmérséklet, az meg tényleg. Oké, nem értesz egyet, és szolidaritásból mondjuk, vagy téged is zavarnak tényleg dolgok, de egyébként azért van egy életünk, van egy valamilyen fajta materiális, mit tudom én, gazdagságunk, érted? És hogyha ez sokaknál megvan ez a minimum szint, vagy egy elfogadható tűnő szint, akkor ők nem fognak kimenni mindent kockáztatva az utcára, és neki menni a rendőr sorfalnak, érted? És ez itt gyakorlatilag a kérdés. Remélem, hogy nem fogunk idáig eljutni, és megint vissza kell csatoljak a vitákhoz, mert tökre úgy látom, hogy ha nincsenek kulturált közéleti viták, akkor azok a konfliktusok, amik mindenképpen megvannak konfliktusok a kettő vagy a több politikai oldal között, meg identitás között, azok így elraktározódnak, és így lenyomjuk őket, és megpróbálunk velük együtt élni, de ebből következik egy ilyen nagyon komoly frusztráltság, egy ilyen valamilyen fajta utálat a másik ember irányába, egy annak a tudata, hogy lopják a közös vagyont, hogy valaki mindig egyenlőbb, mint a másik, tudod, és ezeket a traumákat, ezeket így, meg ezt a feszültséget így elnyomod, és előbb-utóbb ez robbanni fog. Tehát ez megint nem egy fenntartható modell. És megint itt látom talán a vitáknak a jelentőségét, hogy ezek lehetnek olyan kis, talán kis szelepek, amivel ki tudunk engedni egy picit ebből a feszültségből. Nagyon fontos. Mert egy pillanatra, vagy egy fél órára, vagy egy órára meg tudjuk érteni a másikat, és akkor már egy nagyon pici megértéssel, egy pici empátiával, egy picivel kevesebb feszültséggel megyünk onnan haza. Ez lehetne még a vitáknak a feladata, és igazából tényleg ez nekünk is a motivációnk ilyen nagyon, tehát ilyen hosszú távba gondolkodva, hogy valahogy próbáljuk ellensúlyozni azt a folyamatot, ami tényleg szerintem egy ilyen polgárháborús irányba küldi a társadalmunkat. Egyre több a feszültség, egyre kevésbé tudjuk megbeszélni ezeket, és egyre inkább, hát nem is tudom, kifigurázzák a párbeszédet, és ugye a Martin Luther King mondta, amerikai fekete emberi jogi aktivista, harcos, vagy aktivista, igen, köszönöm, hogy a lázadás az a meg nem hallgatottaknak a nyelve. Igen. Tehát akkor jut el egy közösség oda, hogy neki fizikailag lázadnia kelljen, akár azzal, hogy megtagadja a munkát, mondjuk sztrájkol, vagy bármi radikálisabb módszerrel, amikor őt napról napra, évről évre, tízéről tízévre nem hallgatják meg, nem veszik figyelembe, tiszteletlenül viselkednek vele szembe. Ekkor jutunk el oda, hogy fizikai erőszakot kell alkalmazni, és ezt egyébként még Orbán Viktor is elmondta a 89-es, 90-es rendszerváltásnak a hajnalán, vannak fönt erről a YouTube-on felvételek, fiatal Orbán Viktor ilyen kis szakállal ott ül, és akkor nyomja a vakert, a jó hippi, és mondja, hogy igen, nem hallgatják meg az embereket, és hogyha eldördül egy pisztoly, az a hatalomnak a felelőssége lesz elsősorban, mert ő volt az, aki rábaszta az ajtót az emberekre, ő volt az, aki nem hallgatta ezt meg, és mindig az tud gesztusokat tenni a gyengébb irányába, aki hatalmi pozícióban van. És ez szerintem a lényege az egésznek. Szerintem nagyon szépen mondtad. És azt hiszem, hogy ezzel igazából keretbe is zártuk a beszélgetést azzal, hogy ne jussunk már idáig. Tehát, hogy 2021-ben
legyen mindenki hajlandó leülni a másikkal, és meghallgatni azt, hogy neki mi a problémája. Derogál, nem derogál, eltaposhatod, nem taposhatod el. Egész egyszerűen Magyarország szép nagy, ne 2 millió ember döntse el azt, hogy mi történik másik héttel, mert az nem demokrácia, és ne jussunk el odáig, hogy mindent fel kell gyújtani azért, hogy ez az üzenet, ez átmenjen, és ennek az üzenetnek az átvitelébe ugyanúgy felelős az üzenet kommunikátora, mint a befogadója. Mert gecire látszik, hogy a baloldali retorika az nem működik semmilyen formában. Semmilyen formában. Nem irigylek senkit, aki most jobbikosként oda kell dörgölőzni egy Momentumoshoz, és fordítva, mert az biztos, hogy nagyon-nagyon-nagyon rossz érzés, hogyha ott bárki is igazából tényleg komolyan gondolja azt, hogy miben hisz. Ez egy lejtős pályán felfele futás az emberekkel, akiket a legjobban utálsz a földön, hogy legyőzzél valakit, akit talán egy picivel jobban. És ez egy borzalmas, borzalmas helyzet, viszont senkit nem mentesít a felelőssége alól, hogy csinálni kell, bazd meg, bevállaltad. Kiálltál. Még egy, ami most erről eszembe jutott, az igazából a kompromisszum. Tehát ugye mondtad ezt a Jobbik, meg jaj, de szépen mondod azt a szót. Meg az akármi, és hogy a kompromisszum is igazából a demokráciának a velejárója. Tehát, hogy fogunk olyan megoldást találni, ami a 10 emberes társadalomból mondjuk 8-nak, vagy akár 9-nek, vagy akár 10-nek elfogadható, úgyhogy egy picit én is lemondok valamiről, egy picit te is lemondasz valamiről, és akkor találkozunk így középúton. És nagyon érdekes lesz, lehet, hogy ez az előválasztás, meg ez az egész folyamat kicsit megtanítja az ellenzéki pártokat arra, hogy képesek legyenek kompromisszokat hozni egymással. Na most ezek lehetnek jó kompromisszumok, meg lehetnek teljesen elvtelen rossz kompromisszumok, de van egy olyan politikai mozgástér most, meg egy olyan dinamika, hogy akár még valami jó is kisülhet ebből, ezért is kell szerintem részt venni ezen az előválasztáson is, meg majd a választáson is, meg mindig elmondani a véleményünket, mert egyébként valaki dönteni fog. Tehát, hogyha te nem döntesz, akkor valaki más fog dönteni, és akkor az lehet, hogy neked annyira nem lesz jó. És miért döntsön bárki helyetted? Mennyire gyűlöletes? Yes. Mennyire gyűlöletes, amikor a fejed felett hoznak döntéseket? És ez az egyetlen alkalom, amikor te is oda mehetsz, és lerakhatod a két filléredet, és azt mondhatod, hogy én ezt így gondolom. És ha még nem szavaztatok soha, akkor ez egy nagyon-nagyon jó érzés. Én ritkán érzem azt, hogy valami nálam sokkal nagyobbnak a részese vagyok. És ez egy ilyen felszabadító, szitja büszkeséggel eltöltő érzés, hogy kimondhatom a véleményemet. És nem csak itt az interneten, hanem valaki azt majd elolvassa, és remélem nem tépi szét. Reméljük nem változtatja meg a szavazatodat. Ja, Legyen az, hogy nem. Bence, az a helyzet, hogy kicsúsztunk egy picit az előre meghatározott időnkből, de nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Az a helyzet, hogy csapongtunk egy picit. Jöttünk, mentünk. De én is nagyon köszönöm ez volt az értékajánlat. A lehetőséget. Ez volt az értékajánlat, hogy itt csapongani fogunk majd, viszont érintettünk egy csomó olyan érdekes témát, amit szerintem tök jó lenne egy kicsit részletesebben is kibeszélni, hogyha esetleg nyitott vagy arra, hogy te platformodon, én platformomon, mindkét platformon párhuzamosan, de összehozhatnánk még egy beszélgetést erről. Jó, hogyha benne jó, vagy. Abszolút. Most délután veszük majd fel a mi podcastünknek is az új évadának az első részét. Oh yeah! Úgyhogy indulunk ott is, és akkor lehet, hogy a legközelebbi alkalommal mi is szívesen látunk téged. Nagyon, megtisztelő lenne a hülye gyereket az internetről. Én nagyon szeretem, hogy lehet beszélgetni. Kedvenc dolgom a földön, a motivációs
hierarchiám tetején az információcsere. Bencét és a teljes csapatot egyébként megtaláljátok YouTube-on, a Tabumentes TV YouTube oldalon, és tabumentesként megtaláljátok Instagramon, illetve Facebookon is. Vegyetek részt a beszélgetésekben. Nagyon szépen köszönöm, hogy beraktad a linket, Shifty. Nyugodtan kattintsatok át, kövessétek be őket, hogyha szeretnétek, és én további sok sikert kívánok neked, és remélem, viszont hogy kívánom én is. A te szabadságharcod legyen sikeres, ne az enyém, azt szeretném. Mindenkinek legyen meg a sajátja. Na jó van. Köszi. Ciao, ciao. Köszönöm szépen tényleg, és üdvözlet a hallgatóknak is. Átadom a mindenkinek. Valami szép napot. Szia. Sziasztok. Ciao, ciao. Hát gyerekek, én nagyon szeretem Bencét, ez a helyzet. Viszont el vagyok csúszva a mindenféle életemmel, úgyhogy át fogunk most menni a fantasztikus Chillshez, és ez azért lesz nektek jó, mert Chillssel a pszichológiáról fog, nem, bocsánat, a pszichológusokról fogunk beszélgetni, és ezen belül is az én élményeimről, mint pánikbeteg, és hogy miben és hogyan segített nekem a pszichológus, miben és hogyan segített nekem a pszichiáterem, és milyen érzés gyógyszerrel élni, és miért érzem ezt fontosnak mindenki számára, attól függetlenül, hogy milyen mentális betegséggel küzdesz, vagy szerinted küzdesz-e egyáltalán valamivel. Úgyhogy, drágáim, nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Chillsnél találkozunk, azt én most nem fogom streamelni, mert ez a Chillsnek a podcastje. De hamarosan ott visszatérek. Drágáim, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Holnap, várjál? Holnap reggel találkozunk legközelebb, 9:30. Csókmillió, sziasztok! You said let's jump on a bus and take a ride downtown. Well, I don't know about that. But can you help me first to get these boxes down? Well, I don't know about that. We have the whole day now just to ourselves, so we can clean the house or clear out some shelves. You said whichever you feel like doing first. I said, well, I don't know about that, 'cause it's my lady.